Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk, drága hallgatók! Hello, Jani! Vagy sziasztok! Hát, jó reggelt! Hello, Feri! Hello mindenkinek! Szevasztok! Jól aludtatok! Kékeget, eseménymentes landolást mindenkinek! Neked nem lesz az, de mindegy! Nekünk az lesz, én fel se szállok! Így van, már megfőztem a támad! Így van, üldögélek és nézem az eget, és figyellek benneteket, hogy röpködtek ide-oda! Mondom neked, hogy mit fogunk csinálni, így hátradől a Balázs is, így egész kényelmesen, és arra fogunk nézni, és röhögünk. Igen, ha az Alfa Jetes tudja, hogy merre kell jönni, akkor reméljük, látjuk is, és akkor így gyors. Itt, szia Jani, nyugi, mindjárt túl vagy rajta. És te aztán... pedig tudod, mit csinálsz közben? Gyere fel, ígyunk egy kávét. Hallottad ezt? Hagyjad, hagyj repüljön. Hagyjad. Menjél, még egy kört nyomjatok vele. Így van, drága hallgatók, itt vagyunk, ha valaki nem tudná, akkor ez a 11. kerület Kőérberki út 36. Jani itinere alapján jöttem én is egyébként a GPS-szel, nem mintha már nem jártunk volna itt 45-ször az elmúlt 3 évben, de újra sikerült eltévedni egy körforgalomnál, jobbra menni, ott viszont beütöttük a kis... Átépítették. A fülemben zengett, ahogy mondtad, hogy Kőérberki út. Beütöttem és vissza is értem. De miért voltatok itt ilyen sokat? Elmentetek egy év célpontot, és nem tudtatok kitörölni a GPS-ből, és mindig idehozott. Jó, hát akkor irány Nagyvás, hogy most már megint a Kőérberkinél vagyok, rohadt életben, Beni, csinálj valami. Mindig az utolsó célpont ez, és mindig ez jön föl. Úgyhogy itt vagyunk, gyerekek, itt minden nagyon szép már, és minden készen áll arra, hogy aki akar, az repüljön, ugye majd akit választunk, meg hát természetesen Jani, szemben velem már egyébként egy Forma 1-es autóhoz hasonlító autó 2,61-el sikerült valakinek egy tesztkerékcserét megcsinálni, hogy ez jó idő vagy nem tudom. Ez jó? Nagyon jó, mit csináltuk a Janival hajnalban? Rápirítunk. Ennyi. Rontottam rajta egy másodpercet. És a budaörsi reptéren egyébként már a kiállított kis repülők, ugye, egymás mellett, illetve két meglehetősen masszívan kinéző helikopter. Hát és ebből az egyik, gyerekek, a lapos vas, ha tetszenek emlékezni, tessék már megdicsérni, hogy micsoda film élményem van. Nem is, ezt nem is értem. Még nem mondtad. De ja, de nem csak nektek mondtam itt hajnal. Mondom, ez volt az a gép, kérlek szépen, ami a Kék villám című filmben szerepelt. Nem mondanám, hogy ez így volt. Van, az is egy helikopter volt. Igen, a hasonlóság annyi, hogy az is és ez is egy helikopter nem, volt. Nem, ez a ilyen lapos, ami egyszemélyes. Ha szemből nézed, egy embert látsz, és mögötte ül a tüzér. Akik, ja, na így, na, akkor hát, már is kétszemélyes. Igen, eleve nem volt szerintem annak ilyen hátsó rotorja, meg nem ilyen volt a lapát elő. Na de most egyébként tegyétek, minden tönkre, tegyétek tönkre a film lexikális tudásomat. De igazad van egyébként. De nyertél valami DVD-t, valami céllövődő versenyen, hogy ezt honnan tudod, hogy Kék villám, hát neked nincsenek olyan filmes élményeid. Nem, az elmúlt 30 évben nem jártam moziba. Egy 92-es filmmagazin akadt a kezembe tegnap, abban volt. Egyébként tökre örülök neki, hogy a Feri így zárkozik ezekben a dolgokban. Nagyon. Így évről már most egyre közelebb kerül már a 90-es évek elejéhez. Most miért múltkor megnéztem a Spartacust is, már az eredeti terégét. Többen. Lassan jön a Commando Arnold Schwarzenegger. Tehát, hogy szép aztán egy Predator. Tehát, hogy így szépen lassan ezek azért így megérkeznek. Na, drága hallgatóink, várunk mindenkit szeretettel, aki szeretne kijönni ide a budaörsi reptérre. Tulajdonképpen egyfajta élményrepülést megnézni, nekünk élmény, Janinak lehet, hogy kevésbé lesz az. Ugye reptetjük majd a főnököt, akit mi már tegnap este ugye kiválasztottunk mindenféle engedélyek beszerzése miatt. Ő is nagyon izgatott, vele is beszélünk nem sokára. Aztán ugye sorsolunk itt különböző dolgokat a helyszínen. Többek között ugye majd valaki az adás végén egy szerencsés, ugye egy Bessenyei Péterrel egy élményrepülést nyerhet majd, egy későbbi időpontra. Ez nagyon komoly, te már ugye túl vagy rajta. Így van. És emlékszünk mindannyian, hogy te is ott csikított. Elég is volt. Így van. És az egy lebutított program volt a Péter részére. Hát azért ott én emlékszem a láncít fölött, azért tettük, vettük, förögtünk, porogtunk, nagy izé, kör, kiskör, tehát azért az egy, az, ha az a lebutított program, milyen a családi program, vagy a gyerek program. Abban az van, az a viccesben, hogy a láncidat nem szoktad fölülről látni. Egy-kettő, úgy meg abszolút nem tudtad látni, vagy nem szoktad látni, hogy te fejjel lefelé vagy. Bizony. Hát ez volt a lebutított meg program. Hát ugye ott elkövette ezt az aprócska kis hibát, a Balázs, hogy elfelejtette bekötni magát, és úgy viselkedett a pilóta fülkében, mint amikor bakancsot mosnak a mosógével. Bocs, konkrétan az volt, hogy mondta Péter, hogy jól be vagy kötve. Mondom, igen, na akkor megnézzük, így repült, így vízszintesen. Életbiztosítás volt. De még itt a reptérrel, figyelj, ez hogy csinál majd a Duna fölött. Fogd, és így megfordította a gépet. És így repültünk fejjel lefelé. Mondom, hogy látod, jól be vagyok kötve. Szerintem egyébként vissza is fordíthatod. De ez csak olyan kóstoló, csak úgy, hogy ízlen meg. És így befordítottam. Csak mentünk, mint amit 200 méter totálisan fejjel lefelé. Mondtam, hogy meg vagyok. Megéreztem. Nem estem ki. Elég is volt. Nem estem ki. Hogy érzed? Mondta, hogy jó, akkor most úgy látja, hogy jól be van kötve a biztonságért. Mondom, nagyon jó.
Persze nyilván tudta, hogy nagy szájú vagyok. Várjál, hátra megyek. Ő nagyon kedves egyébként, nagyon vigyáz mindenkire. Aki egy kicsit nagy szájú vagy, vagy hasonló habitusú, mint én, azt ő úgy azért egy kicsit megtréfálja, de róla azért köztudott, hogy ő úgy repül, hogy, hogy nagyon vigyáz mindenkire. Hát, nagyon kedves, meg nagyon udvarjas. Meg jól nyitottál, amikor oda mentél. Te vagy itt a pilóta, Józsi. Igen. Hol a vas? Ezzel szárunk föl? Nehogy ezt szét fog esni? Na, ennyit tudsz? Mutass valamit. Igen. Hát lehet, hogy nem így kellett volna beköszönni. Úgyhogy sok minden zajlik majd itt. A reptéren érdemes kijönni. Aki pedig nem tud minket ugye, hát tulajdonképpen személyesen meglátogatni, Az magára vesen, az tulajdonképpen egy semmi, csak hallgassa az adást. Nem? Ezt egyébként mondtuk, többször hangsúlyoztuk, és most is elmondjuk, hogy nem biztos, hogy Budapesten és környékén mi megtaláltok leszünk ebben az évben kitelepülés formájában, ezért, hogyha valaki megteti, az tényleg jöjjön ide, a 87-es, illetve a 187-es busszal a kelenföldi pályaudvartól el lehet egészen idáig jönni. Csak kinek autója van, az ne jöjjön. Az ne, az maradjon otthon. Csak az busszal. Figyelj, látom, hogy te ilyen vidáman süteményezel, nem lesz ez sok? Tehát én megállnék. Tehát én tegnap este 10-kor ettem volna utoljára, te még kis flódni, meg kis ez, kis az. Ja, ez már csak a desszert volt a vörösboros őszpörgött után. Tehát én nem tudom, hogy érzed, de hogy megállnék a táplálékbevitellel, meg a folyadékbevitellel. De nem tudom, hogy... még svédgombasalátát is, azt is veszed. Nagyon fog örülni Jürgen majd a svédgombasalátának, amikor a hátán és a tarkóján lecsorog. A flódni azért jó, mert a mákszemek szépen csorognak. Te hol ülsz? Gúz elől vagy hátul? Mögötted, vagy előtted. De a gépben, ebben az Alfa Jetben, ahol állítom most hajtóműhiba miatt visszatoltak még egy pillanatra. Igen. De megcsinálják nyugi. De hál' Istennek csak az egyik romlott el, hiszen ez egy hajtóműhű. Körbe. Állítom most egy kompletív azon dolgozik, hogy valami az utánégetővel van, nem tudom, csak ilyen híreket kapok, de nem akarom neked mondani, nehogy megjegy, hogy most már hogy ne egyél nagyon sokat, mert látom, hogy egy kis majszolgat, hogy a cukrod azért bejön egy 9-esre, de én úgy pihennék. Vagy hát te tudod, de ha jó tanácsot elfogadt, már nem nagyon minél beszilárd táplálékot, nem? Még innék azért egy pohár vörös áfonya szószt. Figyelj, tegnap megértek a hallgatók. Legyen. Olyat tegyél, ami kifelé is édes. Igen. Hát a flódni. Az óriási duma. De erre kell koncentrálni. Egyéb banánt, az kifelé is édes. Írta nekünk tegnap az egyik drága hallgatónk. Na tényleg, volt valami kis álmatlan hánykolódás, oda bújtál, mint egy kis mókus Mórnihoz, hogy nem akarom, félek, segíts, repülj helyettem. Jürgen, ezt már nézd, már tényleg sok. Volt valami? Hát azért itt tegnap hallottunk érdekes dolgokat erről, a szürke felhő, vörös hályog. Az lesz mind a kettő. Zöld hályog, szürkeköd, vörösköd, annyira szeretek kívülálló lenni egy ilyen projektben, nem? Tehát tavaly ilyenkor nagyjából hasonló időben volt ez a kis szájra kiülés, hát akkor nem voltam túl jól, de nincs felszabadultabb érzés, mint máshol röhögni. Komolyan mondom, hogy annyira jó, hogy te kis teácskám ülök, nem? Nem, azt kértem egyébként, telefonáltam a szélszes lányok, és mondtam nekik, hogy egy picit tegyék komfortosabbá a pilóta fülkét, hogy mindenképpen legyen egy tofus szendvics, egy teddy maci, meg egy aranyérpárna. Hát ebből az aranyérpárnát tudom, hogy már berakták a teddy macit, még keresik. Na, de tényleg, hogy vagy? Várod már? Vagy készülsz rá? Igen? Nagyon, nagyon. Azt egyébként nem mondtam el még nektek, meg úgy általában senkinek, ezt magamban tartottam, ezt a titkot hosszú éveken keresztül, hogy volt nekem egy könyvem, az volt a címe, hogy Mici Mackó, de hogy is nem. A légi háborúk története. És ezt valamikor olyan 80-as évek elején kaptam, vagy vásároltam, nem tudom, hogy loptam a Szabó Ervin könyvtárban, nem emlékszem már. Az utóbbi. Már nem keresnek miatt, az biztos. És ennek a könyvnek az utolsó néhány oldalán volt néhány akkor modernnek számító repülőgép, harci repülőgépek, és ott volt ennek az Alpha Jetnek a képe is. És én azt ilyen vágyakozva nézegettem mindig, hogy úristen, de jól néz ki. Hú, de jól lenne egyszer egy ilyen repülni. Hú, de kafa, de ász, de állat. Aztán apám szólt, hogy feküdjek le, mert szétrúgja az rityómat. De aztán mondom, így ez egy dolog így elcsendesedett. És amikor előhoztátok ezt a dolgot, akkor villant be, hogy basszus, mekkora gyerekkori álmom volt ez nekem. De csak most elővetted a könyvet tegnap, és azon aludtál. Így van, és találtam benne egy régi Terezo Olovszki képet is. Még a klasszikus gyapjúval. Amit azért a biztonság kedvéért gyorsan átlapoztál, ki tudja? Nem tudtam, mert már tépőzáros. Elővetted a régi ÖKM-eket, még egy utoljára átlapoztatod, mi baj lehet, nem? Elővettem, minden nap előveszem. Ezeket nem kell keresgélni, a kezem ügyében van. Na, de gyerekek, mielőtt belevágnánk a műsorban, rendezzük a csúnya anyagiakat, nem? Hogy... Mi nem. Van? Láttál-e, hogy esetleg belenéztél a tegnapi meccsbe? Nem. Én mire lezuhanyoztam, letettem a gyereket. Már tudtad, hogy kerestél, mi? Bekapcsoltam, 23. percén 2-0 Real Madrid, úgyhogy a Bayern München volt otthon, mondom.
hátra is dőlhetek, ki is kapcsolatom a tévét, meg vagyok. Mi lett a vége? A 3-0-nál elmentem aludni, mert már nagyon untam, gyorsan átszámoltam a pénzt, hogy mennyi lesz ez nekem, jó, erre ezt veszek, azt veszek. Így kikaptunk. Nem tudom, hogy mi a vége. Nem tudom, aha, hogy mi a vége. Én nem tudom, mi volt tegnap a Bayern München. Mondjátok, hogy fordított a Bayern. Meg lehet, mert én a második fél időt már effektíve nem néztem. 4-3 a bajorok. Úgyhogy virítsd a lóvét. Ott mondta a riporter, hogy 4-et kellene lőni, hogy ez a dolog megforduljon, és ott nyomtam rá a távirányítóra. Ott nyomtam rá a távirányítóra, mondom, nagyon fáradt, hogy nem bírom végignézni. Természetesen fizetek, de az a bajom ezzel, hogy tegnap, amikor megcsináltuk a fogadást, mind a ketten mondtátok, hogy nyugodtan menjél bele, nagyon jó a Bayern most. Mi mit mondod? Tényleg szivattak, de komolyan. Hát mit mondtuk? Tehát oké, én értem, hogy lúzer vagyok, de ennyire ne nézzetek már hülyének. Mi lett a vége, Jani? Most látom, hogy 0-4. Nem mondod? De. Jézusom. Azért az elég. És mi volt, 5000-be fogadtunk? Picit máshogy emlékszem. Mennyiben fogadtunk? Azt mondtad, vagy 15-be? 15-öt akarsz, mert lóksz nekem 5-tel, és akkor a 10-et akarsz keresni. Így van. Tehát, nem, az 5-öt akarok. Amikor a Feri azt mondta, te ellenkeztél, és amikor a Feri feljebb tornázta 25-re, akkor én eltakartam a szemem. Eltakartam a szemem, és azt mondtam, hogy ne, Feri, ne tedd, két gyermeked van, el kell őket tartani, fel kell nevelni, iskoláztatni kell. Most már nem állok olyan jól. De a folyosó még odajött hozzá, hogy legyen 30, nem? Nem mondtam, hogy nincs rám annyi pénz, Feri, ki kéne szaladnom az automatához. Papírpénz, játékpénz. Hát igen, mondjuk erősen rá. Rohadt életbe. Mutál volna, hogyha a próba adja oda, úgyhogy jobb a papírpénzszer. Gyere a papához. Nem mondod. Játékpénzzel. Figyelj. Köhögik a gubát reggel, azt úgy szél, jobban indul a napom egyszer. Tényleg? Nekem nem. Tegnap nyertem teniszbe, úgyhogy nagyon. Gyere. Kire fogadtál tegnap teniszben? Én játszottam. Az ellenfelére. Magamra. Magamra. Az ellenfelére fogadott. Kezdek fogadásmániás lenni, gyerekek, erről le kell szoknom. Komolyan, nem kell leszokni, csak rosszabbul kell fogadjál. Fogadjunk csak sokat. Ülök egy barátommal a kocsiba, 2 darab piros lámpa van, az egyik oldalra zöldet, tehát a másik föl, akkor fogadunk, hogy melyik lesz előbb. 5 guba. Piros, sárgál, vagy az oldal lesz előbb zöld. Hallod, ja, kezdek úgy megörülni. A fogadásmániát, hogy ilyen puccos házakba mész áldogálni. Nem. Talpasporrakkal. Csak mondom egyébként, csak hogy tudod, hogy milyen erős volt a Bayern München, mert fogalmad nincs, hogy ki játszott, mi volt a tétje. Így van. A BL döntőbe jutás. Tehát, hogy azért odáig el kell jutni. Tehát ez nem egy sima, egyszerű kis, nem tudom milyen mi volt. Mi az a BL? Na, ezért. Ne törődj el engedelmi, tehát itt a BL döntőbe jutás volt a tét, és csak egyet tudott lőni a Real az odavágon, tehát simán, aha, a Bayernnek állt az ászló. Ezt most komolyan mondom. Lő 2-t, és tovább. Most nem kell simogasd a lelkem azután, nem, csak látom, hogy elkámpicsorodtál. De hogy kámpicsorom, majd visszajön az. Gyere, gyokó, na, gyere, hát gyokó. Ha ő akar még fogadni veled. Ugye? Most, hogy pluszban van, lezárt. Na gyerekek, fontos dolgaink vannak, mert ugye a legfontosabb, hogy elindítsuk a mi drága Norbinkat, illetve fölhívjuk azt a nyertest, mert hogy ugye volt egy játékunk is, és a játék arról szólt, hogy Mihelis Norbival autóz ide a helyszínre. Hát több száz SMS jött, mindenki VTCC rajongó, mindenki Norbi rajongó. Ugye a játék arról szólt, hogy aki nekünk SMS-t ír, vagy benevez erre a játékra, kiválasztjuk, és Norbi elmegy érte házhoz. Hát azért ez nem akármi. Nem hogy kinézel az ablakodon, ha mondjuk nem egy tűzfalra nézel, akkor ki tudsz nézni az utcára, és láthatod, hogy a túraautó világbajnokság legjobb magyar képviselője ott áll a házad előtt. Begyógyult szemekkel, cserepes szájjal, a kormányra bukva, hortyogva. Frissen zuhanyozva, mint Zengő Zoli. Ott áll a házad előtt, és tulajdonképpen vár, hogy te lesétáljál, beüljél az autójába, és elinduljál. Igen, ott bőgött a motort, a szomszédok meg anyáznak. Rohadt brigad! Pussolj el a paraszt! Éjszakás volt a gyökér! Igen, na, hívjuk a kiválasztottat. Őt Katának hívják egyébként, és megnézzük, hogy fönt van-e már, megnézzük, hogy mit lát, esetleg látja-e már a mi drága Norbinkat, akit meglepetésből odaküldtünk a helyszínre, reméljük Norbi is megérkezett, de először Katát hívjuk, aki írt nekünk SMS-t tegnap, és jelentkezett erre a játékra, hogy imádja Norbit. Tessék, Csili Kata. Kata, Balázs, Morning Show, Feri, Jani, hello, jó reggelt. Szia. Jó reggelt nektek, szavaztok, látok. Hello, Kata, jó reggel. Jó reggel. Aludj vissza nyugodtan, nem te vagy az. Igen. Jó. Kata. Nem mondjátok. Várjál. Mit csinálsz most? Hogy nézel ki? Miben vagy? Hálóköntösben állsz a konyhádban, szürcsölöd a kávédat? Lenge vagy bevág?
Hol vagy? Ki van veled? Mi történik a reggeledben? A konyhában szürcsölöm a kávét, hát már ruhában, mondjuk felöltözve. Aha, a fiammal kávézgatunk, igen. Ott a fiad is, aki kávézik. Igen, igen. Na, mesélj nekem egy kicsit arról, hogy miért neveztél be, vagy miért szeretnéd, hogy esetleg te legyél a kiválasztott. Hát tulajdonképpen azért, mert imádom a Norbit egyrészt, megpróbálom követni az eseményeket, a futamait, a győzelmeit, meg úgy egyáltalán maga az autósport nagyon érdekel, meg a motorsport. De hogy a fiadat is, az uradat is, meg te vagy az, aki a családban ezt képviseli, és te vagy az, aki nézed, aki szereted? Nem, azt hiszem az egész család ezzel van megmérgezve. Uh-huh. De leginkább te azért. Igen, igen, azt hiszem, hogy én. Cuki fiú a Norbi? Jaj, nagyon imádom. Nagyon helyes, nagyon sármos? Igen. Bár én szerintem bőven a fiam lehetne, de attól függetlenül egy tündéri kis pasi. Nagyon fiatal a hangod egyébként. Ó, aranyos vagy, köszönöm szépen. Na, Kata, van ablak a lakáson? Bunkerben élünk. Úgy értem, ezt nyilván egyszerűsítek saját magammal, a kérdés arra szólt, hogy utcafrontra rálátsz-e. Nem, de ha kimegyek a lépcsőházba, remélem nagyon-nagyon meglepődök, és itt áll a Norbi. Hát akkor szeretnénk, hogy kimenjél a lépcsőházba, még nem kell elindulnod, majd még visszamehetsz, csak szeretném élőben meghallgatni, hogy kinézel, jó? És mit látsz, jó? Okay. Vagy közvetítsél, mit csinálsz? Oké, okay. Indulok, várj egy másodpercet, már is megyek. Uh-huh. Várjál. Társasház, amiben laksz? Igen. Hányadikon? Ha mennyi négyzetméter ár? Földszint, úgyhogy nem sok lépcső lesz, várjatok. Földszint, már látom, igen, már látom az ajtót, igen. Igen. Gondolom, visszhangzik is, várjatok. Nem baj, keltsük fel a szomszédokat, ne törődj veled. Ilyen egyszerű. Okay. Törődj még az ajtóban. Itt vagyok, nem vagyok a rádióban. Ne látom senki. Jó, nem látok senkit, ne idegesítsetek, megcsaptatok. Ah, nézzé jól szét. Beszúszizott biztosan Norbi. Hát, vagy másik utcán. Állok az út közepén. Te kimentél most már az autóútra? Igen, jó. Itt látom a Norbit. Egy kicsit komászolat, itt a Norbi! Itt van! Kezdj el ugrálni és sikítani. Sikítok és jön hozzám vissza, szuper! Tolat vissza a Norbi? Igen. Hát ez nem igaz, ez tényleg nem tréfa, gyerekek. Júj, de szuper! Itt van velük közben adásban Norbi is. Hello Norbi, jó reggelt! Jó reggelt! Csak azt nem tudod elmondani, hogy ez egy egyirányú utca. Igen. Jó, gyerekek, a pályán nem címre kell. Jó reggelt! Hello. Gyere, üj be! Vissza kell mennem a táskámért, ha nem gond. Jó, van, gyere, csak megvárlak. Igen, a nőkre mindig várni kell, Norbikám. Itt ne hagyom, mondjátok, mi elköszönünk Katától. Kata, gyorsan vissza a táskáért, ülj be, élvezd ki, ígyatok valahol egy kávét, és aztán gyertek ide Budaörsre. Jó? Szuper, köszönöm szépen, már is indulom. Puszi, hello. Puszi, hello. Itt vagy még, Norbi? Igen, itt vagyok, szia. Na milyen a csaj, kedves, aranyos? Nagyon aranyos, igazi energiabomba. Igen, jól le fog fárasztani. Nem baj. Figyelj, betolattál ez egy irányúba, vagy hogy? Hát figyelj, itt vagyunk a 6. kerületbe, az Oktogontól nem messze, és itt, igen, itt elmentem az egyirányú utca végére, mert már nagyon sokan jöttek mögöttem, félreálltam, és hát igen, félig szabályosan, hogy a ház előtt föl tudjam venni a kedves hallgatót, azért vissza kellett tolatni, de csak néhány métert. Norbi, az nem félig szabályos, az félig szabálytalan. Tudod, hogy nem ugyanaz a kettő, értelek, de nem ugyanaz. Figyelj, ne törődj vele, kapcsold át az agyadat egy ilyen pihenő üzemmódba, Kata beül, onnantól kezdve addig fog beszélni, amíg ki nem száll, te csak egy üveges szemmel így nézzél magad elé, vezess. Ezek az egyén túlvezérelt nők, a Kata az viszont nagyon cuki, nagyon imád téged, és nagyon izgatott, hogy mehet veled. De reméljük, hogy Kata nem a 4. lakik, mert itt megálltak megint mögöttem. Menj egy kört. Figyelj, lehet, hogy jobb, ha félrelsz, mert még mi félig meddig ruhában kaptuk el, de még lakáskulcs, táska, piperecucok. Mindegy, megvárjuk, akkor megyek még egy kört. Jó, azért pirostól pirosig azért picit megnyomhatod neki, hogy bírja a kiképzést, jó? Jó, megpróbálom. Milyen autóval mentél, a te autódnak megfelelő utcai autóval? Aha, ez egy teljesen felmatricázott, egy az egybe ugyanúgy néz ki, mint a versenyautóm. De szép vagy Honda?
Szép is, meg Honda is. Figye, egyre gondolj, ha bármilyen büntetés van, azt... Így van, az csak és kizárólag az objektív felelősség alapján te fizeted, jó? Na, jó utat nektek, akkor Norbi, várunk ki benneteket a helyszínen. Igyekszünk. Jó? Sziasztok. Ciao, Norbi, köszi, hello, hello. Munkata nagyon cuki. Ogyan, nagyon. Nagyon jó, cuki. Jó helyre ment. Remélem Norbinak csókáló a rúzsa. Igen, oda van érte. Igen, jó, jót sikerült választani. Hát ez mindig kicsit ilyen, ugye abból a szempontból nehéz, hogy több százal jelentkeznek egy ilyen játékra, és csak egy boldog nyertes van, szoktuk mondani, tessék ilyenkor vele örülni. Nem? Igen. Sovány igaz, de hogy sajnos mindenkit nem tudunk megreptetni, meg mindenkit nem tudunk megautóztatni. Úgyhogy Katáik elindultak ide Norbival. Majd bővük Katát, hogy egy-két fotót azért csináljon, nem? Igen, szelfizzel. Hajoljak ide! Gyerekeket, egy túraautó világbajnokságban szereplő a legjobb magyar elmegy, érted, ott áll a házad előtt, nem? Hát ez... De ez olyan, mint neked mondjuk Kinizsivel kirohanni a várból. Így van. Neked, Szondi György szarkofágjánál készíteni. Neked, mit tudom én, főzni nem tudom kivel, Fási Ádámmal. Minden jó lenne, Ádám bátyám. Nekem meg mit tudom én, teniszezni a Nadallal, vagy tényleg. Tehát ez nagy élmény. Milyen érdekes, megint ő kapta a legjobbat. Megint milyen rossz programot csináltam nektek, nem is értem. Igen. Hát, igen. Ennél jobbán csak az, hogy leszed, hogy és Jani, neked egy vadonat, hogy Volvo busszal fotózkodni a határúton. Körülbelül egyébként, igen. Fél hét múlva pontosan egy perccel a játékra ne jelentkezzen senki, mert ami drága hallgatói már itt állnak az üvegstúdió előtt a legelszántabbak, kicsit még fázva, de most már jön föl a nap, úgyhogy egy bruttó másfél óra, és már legalább lesz 10 fok. Úgyhogy a helyszínről választunk mi játékost, jó? Úgyhogy SMS-ben most nem kell jelentkezni. Hogy állunk? Egy-egy. Hát, egy-egy. Egy-egy? Igen. A mai nap fog dönteni. Figyelj, vannak nagyon-nagyon izgulós, nagyon félénk gyerekek, szerintem tudunk választani. Olyat keresünk. A szendvicses kislány úgy kicsinál téged, majd meglátod. Figyelj, szerintem csak gyerekre menjünk rá, abból is arra, aki nagyon fél, nagyon kell a hét, nem? Hát meg kell csinálni. Itt elvérezni időben. Ha most ezt elbukjuk, ezt a hetet, akkor átveszik az összesítetben a hallgatók. 7-6-ra vezetnek akkor. Kisgyerek legyen, Feri, játszol vele, tornyosuljon fölé, takarja ki a napot. Szia! Kivel játszol, kis táska? Úgyhogy a helyszínről választunk játékost, jó? Közlekedési híreket várunk SMS-be, Budaörsi Reptér, ahol van a Morning Show Üveg stúdió, rengeteg szépséggel itt már felállítva a reptér közepén. Itt elsősorban magadra gondoltál nyilván. Nyilván, és van itt egy-két repülő is, úgyhogy gyertek, nézzetek meg bennünket élőben, mi pedig jövünk a hírek után. 9 perc, szóval pontosan 7 óra, gyerekek, ahogy mi kereket cserélünk, úgy nem cserél senki kereket. Hát ilyen rosszul nem. Mind a hárman csináltunk mindent, ugye mi már kipróbáltuk itt a kerékcserét, a Forma 1-es autóhoz hasonlító autón, hát fejlődő tendenciát mutattunk, az igen. Első 23 másodpercet sikerült. 11-re. 11-re. Így van, csak mondom, hogy a lányok tegnap 8 alatt csinálták meg. Már milyen lányok? A mi lányaink. Gyerekek, akkor fel kell venni a kesztyűt. 3-4-8-kor úgy értem. Igen. Kipróbáltuk, óriási élmény. Tehát aki teheti, tényleg jöjjön ki, próbálja ki. Három ember csinálja. Ugye egy fogja a csavar, vagy mi az, az a pisztoly. Egy tekeri a kereket, másik helyre teszi a kereket. Én nem tudom, hogy cserélnek le 4 kereket 2 másodperc alatt. Mi egyet cseréltünk 11 alatt. Hát, de érzed a matekot, hogy nem jön ki? Ha viszont azt nézed, hogy gyakorlatilag 3 perc leforgás alatt 3 másodpercet javultunk, akkor 10 perc múlva már nem kellett volna semmi idő hozzá, csak cseppintezed és fönn van a kerék. Igen, de óriási élmény. Nagyon nem? Nagy volt, nagyon. Nekem pont ennyi elég is volt belőle. Igen. Látszik, hogy a technikailag teljesen analfabéta vagyok. Tehát a pisztoly átkapcsolása már egy 8 perc. Itt ügyesek voltatok. Nem, a lehető legnyomorultabb az én voltam. Az a baj, hogy engem totálisan frusztrál, amikor egy ilyen nagy darab vehemens ember felém tornyosul, és elkezd magyarázni valami berendezésnek a funkcióiról, meg arról, hogy kezelje, hogy fog, mindig apám jut róla az eszembe. Nem úgy, ne csináld, ne húzzad meg vagy? Annyira, nem! Tekerd vissza, ne húzd ki, kapcsold át! És húzod be a nyakad, mert jön a pofon, mi? Igen. Na mindegy, úgyhogy jó volt, jó élmény. Egyszerűnek néz ki, amikor beáll a McLaren, vagy tényleg a Red Bull, vagy valaki, nem? És úgy oda mennek kicsit, hogy majolnak, és 4 másodpercet lecserélik a Vettel kerekét. Mikor megfogod azt a gumit, megfogod azt a pisztolyt, akkor már úgy érted, hogy azért bizony. Nem véletlenül gyakorolják ezt minden futam előtt. Meg így azért találkozni élőben test közelből David Hasselhoff-al, én azt gondolom, hogy...
Vagy óriási élmény mindenkinek. Igen, a kerékcsere csapattal van egy nemzetközi csapat, és hát a nemzetközi csapat vezetője, aki Jani fölé tornyosult, mert még Ferinél is magasabb, viszont sokkal hangosabb, kicsit David Hasselhoff szemüvegben. Nem? Én azért elkérem majd tőle megszólás után Erika Eleniak telefonszámát. Na, megnézzük, hogy ki a mai Fekete-Fehér Iger, nem játékosunk. A Verhetetlen Rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. A helyszínről választottunk játékos. Tamás, hello, jó reggel. Sziasztok. Hello, mióta vagy itt? Reggel óta. Reggel óta, de jó, hát mindig olyan jól esik, amikor itt jövünk, és már azt látjuk, hogy a műsor kezdés előtt itt állnak sokan az Üvegstúdiónál, Hudaörsön, vagy bárhol vagyunk, és várnak minket. Nem? Az mindig egy nagyon de jó miért érzés. Most mi van már, nem reggel nálad? Fél 3-kor indultunk. Tényleg? Honnan jössz? Pécsről. Csak azért, hogy ma itt legyetek? Hát megyünk máshova is, de főcélázva. Aha. De jó. Hát, mondjuk hazudhatod volna azt, hogy csak miattunk az, hogy jobban esett volna egy korán reggel, de hát. Igen. Na és mire vagy a mai napon a legkíváncsi? Vagy meddig tudtok maradni? Hát maradunk végig. Maradtok végig. Akkor Jani szürke hályogát 4-10 körül, azt még fogod. Igen, amikor persze. Leszakad a retinám a sebességtől. Ami csak annyi lesz, hogy Jani mondj valamit. Igen. Itt vagy, Jani. Baj vagy, Jani. Körülbelül ez lesz. Na, Tamás. Egy nagyon komoly súlyt szeretnék rátenni, hát ha gyengébben teljesítesz. Ha most nyersz, egy csomag, ha veszítesz, kettő. Egyrészt innen indulunk. Ha most nyersz, akkor a hallgatók a vállukon kell, hogy vigyenek végig, mert átveszitek a hetet, a heti összesítést, és 7-6-ra elhúztok, ami nem volt a játék fennállása óta. 7 hetet nyertek a hallgatók, 6 hetet mi. Tehát effektíve mindenben vesztésre állunk. Ha vesztesz, hát akkor meg minden úgy történik, ahogy szokott, mert sokkal jobbak leszünk. És akkor visszaülünk a lóra végleg, nem? Ez egy hallgatóbarát műsor, azért veszítünk csak. Az utóbbi hónapokban a teljesítményünk hagy némi kívánivalót maga után. Oké, kivel szeretné játszani, Tamás? Veled, Balázs. Ez az! Visszaült a lóra a férfi a múlt héten, úgyhogy a legkeményebbet választott a nyílt. Hát jó, hát ha ez kell, hogy legyen, akkor megcsinálom a hajamat. Fésült be, ondolál. Megnézem a monitoron a hajamat. Jó. Gyerekek, nem kaphatok ki. Nem kaphatok ki. Jaj, mondod. Biztos magad. Na jó. Figyelj, ma reggel már azért egy kis gubát összeszedtél, Feri, illetve a Real révén, úgyhogy szerintem olyan nagy gond nem. Na, Jani? Na, igen, itt vagyok, parancsolj. Te rohadék, számolj vissza. Na, figyelj. Nézd a kárőrrendő arcokat. Még ne kárőrrendjél. Ezért fogok kigapni, nézd, 200-an állnak az üvegsülőt, és mindenki nagyon röhög. Forduljon el, mindenki süsse el a szemé. Nem bírok így játszani, tudod, és mindenki lefelé mutatott hüvelykujját. Veszítesz. Úristen, mindenki ki akar csinálni. Na, nézzük, mire megyünk egymással, mert... 3, 2, 1, fire! Na, itt vagyok. Szeretnék kérdezni, vagy kérdezek én? Kérdezzétek. Milyen dolgotok van még? Mondtad, hogy ma még mentek valahova. Elmegyünk vásárolni moziba. Vásárolni? Így van. Más kell kitalálnom. Csak azért följöttök Pécsről, hogy kicsit mozizzatok és vásároljatok? Meg, hogy megnézzünk titeket. És akkor miket vesztek, vagy hova mentek vásárolni? Mert West Endbe megyünk. Ja, nem, így nem. És ki is mondtam a nevet. Igazi lúzer. Jó, de a reklámtartalom miatt ezt újra kell játszunk. Egy felelős műsorvezető, ha elveszíti a hetet, akkor is rászól a játékosra, hogy nem lehet kimondani. Hát így van, így van. Hogy bevásárlunk központ. Szabálynak. Oké, működnie kell. Szép volt, Tamás! Köszönöm. Hát... Gyerekek, újra leestem a lóról. Nem voltam fönn sokáig. Nem, az is csak így fél lábban. Nem voltam fönn sokáig. Na mindegy. Tamás, tök ügyes vagy, tényleg. Fáj ezt kimondani, bárcsak más mondhatnék. Ne, most fel kell hype-olni. Te vagy minden idő a legjobb fekete-fehér, igen nem játékos hallgatók közül, egyszerűen hihetetlen teljesítmény nyújtottál, sok de nem igaz. Ez nem igaz, így van. Tamás, gratulálunk neked. Nagy vagy, megérdemelted, és ezzel 7-6-ra vezetitek a hetet, úgyhogy úgy kell magadra gondolnod, hogy te fordítottad meg az állást, ami még soha nem volt. Jó? Köszönöm. Majd megtalálunk hatás után. 8 napon belül gyógyuljon, srácok! De itt van egy kis biztonsági őr. Vegyétek fel az ajándékot tőle. Tamás, köszi a játékot. Ciao.
De legalább ne köszönd meg. Na, hát, mit csinálják? Gyerekek, bocs, én rászólok valakire, ha burkolt tartalmat akar megjelenteni adásban. Tudjátok, hogy vannak hibáim, az egyik a felkészültség. Azt hiszem, azt akarod mondani, hogy az arába is menj. Figyelj, én most már nem hallja. Mindegy. Megmondhatjuk a tutit. Figyelj, ilyen játékos. És már egy ilyen is kicsinálod. Hallod. Na jó, van, akkor mi van? 2-1. Igen. 2-1. De nem az a hét fáj, hanem az eddigi összesítés az évben. És még messze van az év vége. Úgy, gyerekek, nagyon, nagyon csúnya verés lesz. Tényleg át kell alakítanunk a szignált. Na jó van. Oké, jövünk vissza a hírek után. Sok minden történik többek között. Ugye Feri lassan indul, bizony, mert hogy megszólaltatjuk a főnököt, akinek szerintem egyre jobban tele van a bugyja, vagy a nadrágja, vagy a boxer alsó, vagy a bármi is van rajta, mert nem sokára repül a mi főnökünk, melegítenek a helikopterek, Feri fölpattan rá, és elmegy felvenni a főnököt, az egyik alkalmazottját, vagy beosztottját, a többi pedig, ugye a többi ember, a kollektíva pedig adáson keresztül kér majd a főnöktől szép dolgokat. Bizony, bizony, és hát meglehetősen komoly teljesítményt fog majd nyújtani ebben az esetben is szerintünk Besenyei Péter, úgyhogy a főnöknek fel kell készülnie, mi azt javasoljuk, hogy mindenképpen egy pasztelszínű alsót vegyen fel magára, hogy kevesebb dolga legyen majd a hippónak. Főleg, hogy nem is a Besenyei repül, de? Ja, nem vele repül. Tényleg? Nem, az Illéssel repül, de? Igen. A Besenyei 10-kor repül majd. Illésszekerén. Illésszekerén Besenyeivel. Jó, úgyhogy nem sokára egy felszállás lesz itt a helyszínen, ha valaki szeretne jönni, még nézze. Vagy jöjjön ki és nézze meg, és közben mondjuk a mi drága hallgatóinak, hogy aki akar, mehet kereket cserélni, ugye? Tehát megmutattuk, hogy kell. Találkozz a Daviddel. Így van, ott van David Hasselhoff, 20 másodperc alá lehet menni. Pirellis ajándékcsomagokért nyugodtan próbáljátok ki, tényleg nagyon nagy élmény. Egy igazi német márka, szerintem megbízhat. Úgyhogy nem sokára felszállunk és indulunk a főnökért, egy perc múlva 7 óra, jövünk a hírek után. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 7 óra volt 14 perccel. Mi melót tett ebbe a Feri? Összeállította, vezényelt, intett, beintett, volt egy kicsi fáziskésés, de megoldottuk a dolgot. Csak egy negyed órát treníroztam a töveget, hogy gyerekek, vége a szignálok, tegyük oda magunkat, hogy hallják országszerte, mennyien vagyunk, beintek majd. Igen, körülbelül ez. Kicsit vártak, igen. Picit olyan, mint hogyha messziről elhaladszódott van az első epilálásodnak a hangja. Egyfajta majális hangulat van már itt a budaörsi reptéren, állnak a helikopterek kint a füvön, áll az összes műrepülő, hát most laikus vagyok, nem biztos, hogy egészen jól mondom. Nem, közben ezek igazi repülők, nem úgy értem, hogy egyik sem. Igazi repülő, amivel műrepülni lehet. Családok vannak már itt kint nálunk, néhányan kipróbálták a kerékcserét, fotozzák a helikoptereket, mindenki ölelget mindenkit, mindenki szeret mindenkit, úgyhogy... Így van, mindenki. És mindenki mesztelen. Ó, végre! Úgyhogy zajlik a budaörsi Klassz FM-es kitelepülés, jöjjön mindenki nyugodtan, itt vagyunk egészen 10 óráig, a gépeket egész nap meg lehet nézni, nem sokára, csak mondjuk, hogy Feri hát próbára teszi a rotorokat és megpróbál a levegőbe emelkedni. Terheléses próba. Így hívjuk ezt, terheléses. Megterheli a rotorokat és felemelkedik, ugyanis ugye elindulunk a főnökért, akiket már ugye az alkalmazottat, a kollektívát, a csapatot tegnap este kiválasztottuk, hogy megszerezzük a szükséges repülési engedélyeket, hogy bárhol le tudjunk szállni a helikopterrel, úgyhogy Feri nem sokára egyébként elindul, és ott pedig látom, hát azt vagy elkötötték, vagy a saját pilótája ül benne, nem tudom, így de van, valaki felszállni látszik, én azt tudom, hogy 8-ig nem száll föl senki, de ott már valaki elindult. Bizony, bizony, vagy a gép mozog, vagy a repülőteret húzzák alatt. Ha esetleg hallgatunk, szedjétek ki a gépből. Igen. Mert ahhoz nincs engedélye. Nem, egyelőre csak beáll. Szerintem vele fog a főnök repülni már, mint a géppel. Én úgy látom, mondjuk laikus vagyok ebben, és 8 ugyanolyan gép áll itt a budaörsi reptéren. Uh-huh. De most tennék rá 5 gubát. Valaki? Igen, két személyes, én tartom. Igen, én is úgy látom a kifejezéstelen tekintetből és a behavazott orlukakból, hogy ő éppen beáll. Így van. Na, ugye ígértünk mi több ajándékot is a hallgatóinknak, közben itt még folyamatosan kapjuk az információkat, hogy mivel lehet repülni, felszáll majd a helikopter, arra is sorsolunk valakit, de mondtuk, hogy érdemes kijönni, mert hogy egy B-25-ös vadász, nehéz, bombaszóró, duplaszárnyú, emberpusztító, csatacirkáló, elfogó, éjszakai szörnyekbombázóval repülhetnek. Így van, lehet repülni, és ugye ígértük, hogy a helyszínen választunk, hát tudod, Feri, a hálátlan szerepről van szó, az csak a tiéd lehet. Így van. Köszi. Nem egyszerű kiválasztani, de 4 hallgatót kellene. Én egyet kérek, hogy legalább egy gyerek legyen benne. Jó. 4. 4-et? 4-en mennek, csak kérdezem. Hé, csomó felnőtt letérdelt!
Jó is most a lányok is. Jó, tehát egy apuka vagy egy anyuka, egy gyerekkel legyen benne. Nem egy családból választunk, hogy nagy legyen a szórás. Négy ember, de van még repülés, úgyhogy aki szeretne B25-tel repülni, tegye föl a kezét, Feri gyorsan jó, választ. Ki az, jó? Aki menni akar? Atya Isten, körülbelül 100 kéz a levegőben. Hát négy ember, tedd le a kezed. Ki az a négy, aki menni... Megőrülök. És egy gyerek itt van mellettem. Mi a neved? Krisztián. Krisztián, kivel vagy itt? A nagymamámmal és a nagybátyámmal. Jó, a nagymama elmegy veled repülni? Lehet. Hol a nagyi? Jöjjön ide, drága nagyi, csókolom, mi a keresztneve? Éva. Éva, mikor repült utoljára? Hát vagy 20 éve. És egy, akkor is egy ilyen vadászbombázón tetszett menni? Valami géppel repültünk. Igen. Az már jó, körülbelül hova, meg vagyunk. Hova tetszett akkor repülni 20 éve? Egy céggel voltunk lent Balatonon, és akkor elvitték a társaságot valami géppel repülni. És váltságdíjat követeltek, tudod. Na mit szólsz, Krisztián és nagymama? Szerintem Krisztián és nagymamájának ott a helye a B25-ön. Jó? Nagymama végig sikítja az egészet? Biztos. Nagyon jó, egyel meg vagyunk. Várjál, csak Krisztiánról egy mondat. Krisztián, te repültél már életedbe? Ültél már repülőn? Soha nem repültél. És milyen gépen akartál, vagy mi volt az álom? Bármi? Bármi. És nézted az eget, és mondtad, de jó lenne egyszer repülni. Tessék. Nézted az eget, és mondtad, de jó lenne egyszer repülni. Igen. Haveroknak elmeséled majd? Elmesélem. Elmesél, mondd meg, hogy nagyon durva volt. Jó? Na, így fog bemenni hétfőn. Na, mi van, csírák? Jó, repültem egy B25-ös vadászbombázóval. Jézus úristen, keres. Jó, hú, mindenki el akar menni. Feri, Zabi gyerekei közül ne jelentkezel senki, őket majd a hétvégén elviszi Vidámparkba. Na, az lesz, hogy hátradobom az egyik mikrofonomat, akit eltalál, az a következő. Jó, akkor még kell gyerek, vagy most már... Szerintem egy gyerek van, legyen, jó, egy gyerek, legyen két felnőtt még. Egy felnőtt férfit keresünk, Jézus úristen. Na, akkor nem tudok mit mondani. Te állsz legelől. Jó, teked mi a neved? Sándor vagyok. Sándor, nézd meg, ők mind gyűlölnek. Jó, gratulálunk, nagyszerű, hogy bejutottál. És akkor egy hölgyet fogunk választani. Te, gyere ide hozzám, légy szíves, mi a neved? Judit vagyok. Judit, melyik kötök repült, Sándor és Judit? Én is repültem. Akkor ti nem repülhettek a francba. Nehogy már az legyen, hogy akik repültek, azok mennek még egy kör. Akkor utasszállítóval mentetek? Igen. Jó, ezt tudjátok, hogy egy kicsit keményebb meló lesz. Igen, nem baj. Mi az, hogy nem baj? Majd rájössz, hogyha fönt vagy, akkor, hogy nem baj. Sándor, munkahelyedről te elkéreckedtél-e ma? Így van. És azt mondtad, hogy jössz ide hozzánk a Morning Show óriási bulijára, elengedtek? Elengedtek, igen. Saját munkahely, úgyhogy elengedtek. Ja, de így nem nehéz. Judit, neked kellett lógni valahonnan? Nem, én szabadságon vagyok. Hogy lehet így? Csak ezért vettek ki szabadságot, hogy ma itt legyél, tényleg? Igen. De drága vagy, ez mindig annyira jól esik. Jó, átadunk meneteket a hostess lányoknak, jó? Ők tesznek rátok egy ilyen csukját, hogy ne lássátok, honnan repül a B25, jó, mert mindent nem mondhatunk el. És mentek át egy másik reptérre, mert hogy onnan számolt föl a B25, jó? Jó utazást kívánunk, vigyázzatok magatokra. Oda viszont gyalog kell menni, sok sikert, szevasztok! És ha kisrác esetleg rosszalkodik, akkor ott szóljatok a nagymamájának, hogy figyeljen rá, jó? Neki ez nagyon nagy élmény lesz. Jó, és egyetlen jó tanács, semmit ne húzzatok meg, ami pirosra van festve. Igen. Menjetek oda, jó? Ott a Zsuzsi, a szürke hölgy. Sanyika, induljál egy csillagom, hát figyelj, bejut ebbe a tutiba, és így áll. Édesem? Mehet vele? Anyósa nem, mert magát kilökné, tudja? Nem engedjük, hogy magának baja legyen. Anyós úgy elmehet, kérdezem én, Anita, hogy csak kocsival átmegy, megnézi, hogy felszállnak, integet, és megvárja őket ott? Még egy anyós mehet, aki nem száll föl? Akar menni, anyuka? Maga szereti ezt a fiú? Igen. Csak furagusztus, na menjen akkor. Tessék be. Menjél akkor nyugodtan, jó? Nem biztos, hogy nem tudjuk, hogy hány hely van a buszban, de ha van, akkor tudsz menni föl már a gépre, csak négy ember fél, viszont akkor tudsz integetni a család többi tagjának, aki repül. 24 karátos szíved van. De látod? Ennyi, nézd meg. Hogy amikor már mindenki azt gondolja, hogy milyen vagyok, akkor miért villantok, mi? Komolyan mondom, hogy nem is érted bérért, fizetésért, az élményért dolgozom veled. Ha nem fér be a kocsimba, itt a kulcsom, vigyétek át az én autómmal. Ne, legyen. A végén mindenkit elvisz egy körre a Balázs az autójával, azt mondja, jó? Sorsolunk még egy csomó mindent. Igen. Sorsoljuk még egy államutazást holnap a nagy napon, ugye a nagy autós repülős napon Norbi mellett. Fölültetünk egy csajt a Talma mellé, szintén sorsoljuk még. Valaki a besenyeivel majd a mai napon nyer egy repülést, és egy későbbi időpontban repülhet még, úgyhogy vannak még ajándékaink, van egy kobra, de nem a gatyámba, hanem ott szemben. Igen, ott is. Az egy helikopter, azzal is repülhet, majd valaki felszállunk, úgyhogy lesz még azért itt mindenkinek sok minden a helyszínen. Na, hívjuk akkor azt a kollektívát, akik ugye beneveztek, mert hogy ugye a főnök is most már felszállás közelben van, közben Feri nem sokára orientálódik a helikopter felé,
mert Feriék elstartolnak innen a budaörsi reptérről, és mennek át ugye egy másik reptérre szintén, ahol ugye felszedjük a főnököt és az alkalmazottat. Úgyhogy nagyon helyes levelet írtak egyébként, tehát több száz jelentkezés jött, itt se volt könnyű választani. Igen, egyelőre még nem tudjuk, hogy őt szeretik, vagy gyűlölik, és ezért jelölték-e, de minden esetre mi őket választottuk. Majd mindjárt kiderül. Feri, csak annyit mondok, hogy bár az ingerencia nyilván benned van, ezt a rotort nem kell beforgatni. Nagyon kedves vagy, már mentem volna oda. Így van, a levél egyébként nagyon aranyos, mindjárt szemezgetünk belőle, és ha minden igaz, akkor az alkalmazottat hívjuk? Alkalmazottat hívjuk. Attila, hello, jó reggelt, Jani, jó reggelt. Hello, Attila. Na, te voltál, vagy ti voltatok az ötletgazdák, ugye, akik beneveztétek a főnökötöket? Így van, így történt. Na, hát nem is tudjátok, hogy milyen szerencsések vagytok, az e-mail oldalunk konkrétan fagyásig telt, tehát több ezer e-mail jött, rengeteg munkahely nevezett be, de végül is benneteket választottunk. Attila, ha jól tudom, akkor ti már ugye ott vagytok Tökölön, mert hogy Pest megyéből jöttetek, és oda vittünk benneteket, ugye? Igen, igen, itt vagyunk, és várjuk a helikopter. Hát, az még várja még, Feri, még itt van nálunk, úgyhogy... Cucika, igen, megyünk. Na, Attila, mesélj egy kicsit a főnöködről, jó? Hogy neveztétek be, kinek az ötlete volt, milyen ember ő? Hát igazából úgy történt, hogy nálunk az irodában általában ti szóltok a rádióból, és egyik reggel hallottuk a felhívást, hogy be lehet nevezni a főnökünket egy ilyen műrepülésre, és gyorsan megvitattuk ott a kollégákkal, hogy benevezzük-e a főnököt, és arra elhatározottuk, hogy igen. De annyira jó ember, vagy annyira rossz ember? Annyira jó ember. Annyira jó ember? Igen? Igen, tehát, hogy egy... igen, 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 igen. Tehát mi úgy gondoltuk, hogy ezt nagyon megérdemelni ezt a lehetőséget. De mint te le vagy fizetve? Vagy micsoda, hogy jó nem. Ember a főnököd? Mi igen, van mi, veled? Mi van veled? 10 éve nem találkoztam ilyen főnökkel. Gyere hozzánk dolgozni. És ott van melletted egyébként? Igen, kicsit távolabb, de itt van mellettem. Ha úgy hallom, hogy tegnap kicsit, amikor megtörtént a kiválasztás este, ugye a repülési engedély miatt egy nappal az adás előtt, vagy egy fél nappal, kicsit, mintha kezdett volna meghátrálni, mikor megtudta, hogy mi vár rá? Hát, meghátrálni nem, de azért elkezdett erősen izgulni. Hmm. Így az, hogy röszkénél csíptetek el a határnál. Nem, ez nem igaz. Milyen állapotban, mit látsz rajta? Izgul. Már szegény nem tudja, mi vár rá. Egyik lábáról a másikra, izgul, várja már, de. Nézd meg, légy a száddal, hogy cserepes-e az ajka. Hányan vagytok a munkahelyen? 25-en. 25-en vagytok, aha, tehát egy ilyen kis kollektíva. Tehát hát, családi vállalkozás, igen. Egy családi vállalkozás, igen, kell. Tehát de mitől mondhatjuk azt? Családi, várjál. De ugye rokoni szálak nincsenek köztetek, ugye? Te nem az öcsédet vagy a bátyádat nevezted. Nem. Jó, mondjad, Feri, hogy mitől mondhatjuk azt egy főnökre, hogy jó főnök? Mondj három jellemzőjét, mert ez, hogy jó főnök, ezt elmondtad, ez oké, de mitől jó? Na, megfogtuk. Igazából egy konstruktív ember, tehát mindig meghallgatja a beosztottai véleményét, és hallgat is rá. Nem egy vérengző típus, tehát én még kiabálni nem hallottam a munkahelyen. Uh-huh. Na, jól van. Illetve időben utal, és sokat van távol. Igen, sokat van szokat. Add egy kicsit nekünk Gergőt, a kiválasztottat, jó? Akit beneveztetem magát a főnököt. Rendben, adom egy pillanat türelmeteket. Oké. Sziasztok. Hello. Tessék, sebből Gergő. Haha, Gergő, hello, jó reggelt. Verbusz, jó reggelt. Hogy vagy? Köszönöm, jó. Kicsit izgulok. Én már látom a repülődet. Tényleg? Igen. Jó, neked. Most valamit a motoron éppen csinálnak, mert még az előbb leállt egy kicsit. De folyik az olaj. Nem vár. Jó legyen rajta, minden meghúzva. Hát figyelj, egyelőre négyen állják körbe, sose jelent jót. Csóbálják a fejüket. Gergőként, milyen állapotban vagy? Azt mondd el nekem. Hát jól indult a reggelem, aztán borzasztóan elkezdtem izgulni. Milyen drága alkalmazottaid vannak neked, ugye? Igen. Tudtál a nevezésről, hogy esetleg ők is beneveznek, vagy csak később tudtad meg, amikor már a nevezés megtörtént, hogy bekerültél a kalapba, és benevezett a kollektíva téged? Hát kaptam némi információt, aztán végül is ti tájékoztattatok, tehát a rádiótól kaptam bővebb tájékoztatást. Na jó, hát még nem tudod, mivel készülünk, mert a repülés az csak egy dolog, de hát itt van a kollektívának egyfajta kis kívánságlistája, amit szeretne rajta hajtani. Mm-hmm. Én azt gondolom, azt is meg fogod ígérni, amiről nem is tudsz, és nem is ismered, hogy mit jelent, vagy bármi. Hát tehát nagyon óvatosan, mert ma van fizetésnap, tehát hó vége van, ma van fizetésnap, úgyhogy... De nem adtad ki, ugye?
Még nem. Szigorúan délután, meglátjuk, hogy mi történik. Nagyon rutinos vagy, tehát finoman azért bezsaroltad a kollektívát, hogy oké, gyerekek, megyek repülni, csináljuk, amit kell, de ha ez a repülés úgy sül el, akkor fizetések befagyasztva 4 napos ünnep előtt. Így van, csak erre szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy bármi úgy történjen, hogy ma fizetés. Igen, ezt tudják, úgy és alakul. Küldtek is egy másik listát. Tessék? Tudják, és küldtek egy olyan listát is, amikor utalhatsz. Na figyelj, Gergő, ja, nem sokára meglátjátok a helikoptert, mert itt már mi melegítünk, szerintem szépen lassan behallatszik adásra, úgyhogy tőletek elköszönünk, a Ferit föltesszük a helikopterre, és megyünk hozzátok át arra a reptérre, ahol vagytok. Jó? Jó. Úgyhogy okay. Készüljél még egy fél órát, van ettél itt ám a valamit? Enni nem ettem, nem tudtam, egy kávét ittam, de lehet, hogy az se kellett volna. Figyelj, van egy elmondatunk, amit tegnap kaptunk a hallgatóktól, nagyon szeretjük. Olyat tegyél, ami kifelé is édes. Jó? Ja, értem, jó. Ezt tegnap okay. óta imádom, ez Jani elmondata is, ezt még megtanuljuk németül is 9 óra. Okay. Gergő, nem sokára akkor személyesen találkozunk itt Budaörsön, jó? Rendben, oké, okay, rendben. Jó utat neked a helikopteren, köszönöm. Ciao. Szervusz, sziasztok. Ferencem. Are you ready? Tedd próbára a rotorokat. Várjatok, mikrofont váltok. Válts egy mikrofont. Most hallottok engem ezzel is. Így van, hallunk. És hát Feri, helikopter egy gyönyörű, tűzpiros gép, nem sokára a levegőbe emelkedik. A rotor az már pörög. Üzemi hőmérsékletre kellett kezd kerülni, úgyhogy Feri nem sokára felszáll és repül át tökörre. Aha. Hallottok még mindig? Hát hallunk, tökéletesen. Nagyon jó meg, gyönyörű a szerkezet, ha beülök, akkor elméletileg rendesen lesz. Erőt, egészséget, jó napot kívánok. Nem férek el benne, már megint ilyen kis dugót hoztatok. Várjál, most estem le. Most ne integes, Feri, mert ne vágja a kezed. Jó. Hello. A pilóta nem hiszi el azt, hogy ekkora súlyjal nem tud fölszállni. Úgy nem ér át az ő. Középre, Feri, középre a balansz miatt. Nem tudom, mit mondasz, nem hallom. Jó, hát én mondom, Feri már beült a helikopterbe, egyelőre 4-en próbálják becsatolni a biztonsági övet. Hát igen, nem kis kihívásokkal küzdködnek. Gumipókot vigyetek! Kössétek le! Feri pedig nem sokára felszáll egy gyönyörű, kétszemélyes, piros helikopterrel, elrepül a Amiben 4-en ülnek. De csak azért, hogy Feri súlyát kiegyensúlyozzák, és nem sokára pedig indul tökörre, ott még van a bekötés körül egy-két kis manőver, és utána Feri felszáll. Gergő is izgatott volt, nem? Nagyon. De hát azt azért hallani lehetett, hogy nagyon szeretik az alkalmazottak. Hát most még Gergő is szereti az alkalmazottakat. Az mi, tajtékcsik, vagy Feri sugárban hány? Nem tudom, de a jó arc vagy, most ráveszünk egy álljunk ki a szélére és indegessen. Igen. Most azt a bújtorcsöpist! Állj ki a színére! Na, hát ahogy hallom, már a rotorok üzemi hőmérsékleten vannak, úgyhogy megbirkózva a negatív G-vel, a súlyjal és Ferivel, a helikopter pillanatokon belül emelkedik, és megyünk a főnökért. Bekötötték? Hogy látod? Hát szerintem bekötötték, de nagyon küzd ez a rotor. Van egy videósunk, őt is be kell kötni. Őszer megmutatom az önriöző tömeget. Tapsoljatok! Na, köszönjük szépen, egy ember emelte fel a kezét. Igazán jó érezni a tömeg szeretetét. Hallasz minket, Feri? Igen, körülbelül most már kezdenek. Sas 2, Tohonya 1, jelentkez! Tohonya 1, itt a föld! Ja, nem, itt a levegő! Hoppá! Gyerekek, hát azért ez egy nagy élmény megint. Nem tudom, hogy emlékeztek-e még a múltkori helikopteres bejelentkezésre, amiből hát gyakorlatilag botrány lett, és hát tulajdonképpen egy nagyobb büntetés sikerült összetettük. Majd most megpróbálom egy kicsit visszafogni. Pilótánk magabiztosan egy térkép van nála, amivel nagy X-el be van jelölve, érted, hogy hova kéne elszállnunk, és nem arra megyünk. De nem baj az, fenn vagyunk egy körülbelül 300 méter, egy gyönyörű a látótávolság, fantasztikus az idő, és akkor megközelítjük a közelét, a repülőtere. Istenem, tessék vissza magasba, hiányoztok egy kicsit! Szia, Feri! Szia! Ferencünk ebben a pillanatban elrepült, kapcsoljuk akkor majd, ha ugye leszállt a reptéren, és utána indulnak vissza. Na, hát köszönöm. Nagyon szépen erről. Feri, hogyha esetleg hallasz, és mondjuk muslincásodik a szélvédő, mász ki egy kis bogároldószeres ablakmosóval. Nagyon szép mondat volt, egy szavadat nem értettem, de tényleg. Nekem viszonylag elég rosszul jöttek a fülembe. Én tudok beszélni, azt remélem, hogy halljátok. Odaérünk a főnököt, és akkor szerintem a leszállás után egy csendesebb környezetből
ezért egy Budaörs, Budapest, Diós, a Duna, a távolban kérem szépen a gyárkévények, hát ez azért nagy dolog ez a repülőjét. Egy a lényeg, Feri, nyugodj meg, nem alfában vagy, nem lesz bajod. Jó, Ferinek köszönjük szépen, akkor kapcsoljuk majd, ha... ugye már hozza visszafelé a főnököt, hírezünk egy picit, közben Mihálisz Norbiék is megérkeztek a helyszíre, őket is megszólaltatjuk, úgyhogy jövünk a hírek után. 7 óra 40 perce, jó reggel, drága hallgatók, országszerte mindenhol is, itt a budaörsi reptéren, itt vagyunk. Feri, ha minden igaz, akkor már landolt a tököli reptéren, és vele együtt leszállt a helikopter is. Tohonya egy földet ért. Tohonya egy leszállt, amit drága Ferink éppen próbálja a főnököt rávenni, aki egyre, hát hogy is mondjam, szürkébb arccal közlekedik és beszélget mindenkivel, hogy üljön bele a helikopterbe. Szállj már be, szállj már be, nem érted? Csöre már, állj, nem érted, ne csináld már. Hogy üljön át egy helikopterbe az autóból, és jöjjön ide. Nagyon sok SMS jön közben, hogy hol látták Ferit repülni. Gyerekek, állunk kint az ablakban, az 5. kerületben, fölöttünk ment el a helikopter. Budafokon a 47-es túlja ablakából is láttuk a Ferit. Őrültek vagytok, írja Ninja. Itt állunk a rakparton, fölfelé néztük, Feri nagyon kapaszkodik. Igen, és leesett az egyik 47-es tornacipője. Igen. Tökölön szálltok le, mert akkor láttam egy piros helikoptert. Az lehet, a szép napot kérdezi Csaba. Az egy piros helikopter, és tökölön szálltunk le. Szóval Pest megyében a pestiek és a Pest megyén, vagy a Pest megye környékén lakók, vagy Pest megyében lakók figyelték a helikoptert. Feri leszállt. Egy a lényeg, hogy megérkezett. Úgyhogy ott van. Gyerekek, én Majosházi vagyok, Ferit nem láttam, de érzem, ahogy fél. Érzem a levegőben, ahogy fél, írja nekünk Attila. Na, mi pedig közben, ugye már itt vendégeket fogadtunk, mert hogy megjött Kata és Mihálisz Norbi. Hello Kata, jó reggel. Jó reggelt mindenkinek, szevasztok. Hello Norbi, neked is jó reggelt. Na, milyen volt, Kata, mesélj. Szenzációs. Egyetlen egy nagy probléma van, hogy ezt a kitelepülést esetleg nem Szombathelyre tettétek, hogy többet tudjak autózni Norbival. Igen, nagyon gyorsan itt voltatok. Indítottunk, és negyed óra múlva kaptuk a híreket, hogy itt is vagytok. Ilyen gyorsan jöttetek, vagy ilyen közel laktál? Igen, nagyon tépetett, legalább 60-nal. Nem, ez nem igaz. Ja, mondjuk ez igaz, igen, 60-nal. Legalább 60-nal, ott viszont 70-es tábla volt. És ez a Szerémi úton volt. Őrült ez a Norbi, őrült. Az egér után sikerült leszakítani a zsarukat magatokról. Na, de hogy azért ugye a Norbi autó megfelelő városi autóval jöttetek, de hát azért ez is felmatricázva, szóval azért ez is már ilyen versenyautó kinézett. Szuper, nagyon feszítettem benne. Próbáltam félre pillogatni, hogy vajon látnak-e, hogy én ülök benne. Nagyon-nagyon élveztem. Szelfiztél egy kicsit, csináltál fotót a gyereknek, családnak, igen, Norbival összebújva a Szerémi úton volt. Igen, természetesen itt a gépem tele van fotókkal, megy föl a Facebookra. Kata az a finoman túlvezérelt típus, nem? Tehát neked beszélni nem kellett sokat. Nagyon aranyos volt, mert igen, folyamatosan szóval tartott Kata. Nekem csak arra kellett figyelni, hogy ott közben én az útra is figyeljek. Hogy megy ez a koránkelés neked, Norbi? Ugye te már a címen voltál, mikor mi hívtuk Katát, te tudtál róla, Kata nem tudott róla, viszonylag korán kellett kelned. Ez azért nálad nem annyira sűrű, nem? De előfordul, mert Pécsen lakom, és nagyon sok olyan eset van, amikor mondjuk reggel 6-7-re már fönn kell lennem Budapesten, úgyhogy ez a hajnali 4-5 óra közötti kelés, ez azért előszakott fordulni. Meg mondjuk egy autóversenyzőre reakció, de azért jó, hogy gyors, és nem pedig az, hogy jó rajt! Vártod a lámba. Egy irányú utcában laksz, betolatott, érted? Vagy szembe ment. Nem, az csak vicc volt. Már úgy értem, hogy szabályosan bement. Nem, én rohantam utána, nem, ő csak szabályosan megállt, és én oda mentem. De pont azon gondolkodtam, hogy a két utcával odébb álltam volna, meg tudtél, hogy megismertél volna akkor is, mert ahogy szaladtál felém, ott már visszapillantóban láttam. Hát persze, az autót ismerem, de hát kerestem a szememmel, és amint megtaláltam, azonnal nagy rohanásba voltam. Én azt hallom egyébként, hogy te ilyen vagány típus vagy, tehát egy ejtőernyőzöl, meg egy csomó extrém sportot csinálsz, motorozol is, ez így van? Igen, nagyon szeretem ezeket az extrém dolgokat. De már... Igen. Kicsit sokan... Igen. Kicsit sokan vannak... Szemüvektől nem láttad, hogy kacsintok. Kicsit sokan vannak, hogy tovább kérdezzelek. Az ejtőernyőzés az úgy, hogy már egyedül ugrasz, vagy tandemugrás és minden hasonló? Nem, tandembe, természetesen tandembe, de nagyon élvezem. Nagyon jó. Na, jól van. Oké, hát örülünk, hogy akkor ekkora élményt sikerült neked szerezni. Norbikában a hétvégéről nyilván most mindenki erről faggat egy kicsit, hát mégis ugye hazai pálya, az autót még azért szokni kell. Hülye kérdés, mik a kilátások? Esetleg nyerni akarsz, vagy mi a fene? Mire számít az a hétvégén? Mi várható? Mi lesz, Norbi? Hát kell gondolnom először. Nem, alapvetően az elmúlt évek is mutatják, hogy a Hungaroring mindig az a helyszín az évben, amikor jó eredményekre számíthatunk.
bízom dobogós helyezésben, az látszik, hogy van egy kis lemaradásunk technikailag a mezőny elejéhez képest, ugyanakkor ugyanez volt a helyzet 2011-ben és 12-ben is, összejött akkor futamgyőzelem, azt mondom, hogy most miért ne jöhetne össze ugyanez. A statisztikák azt mutatják, hogy ezeken a versenyeken a konkurenciából nagyon sok autó robban le közvetlenül a verseny előtt. Mi lehet ennek az oka? Nem tudom, egy kis cukoratomban hasonló. Hát a hazai pályaismeret. A hazai pályaelődjei. Különböző szerelő alagutakat, a depók alatt fölmegy, kicsit szerel, visszamegy. Mi az, jönnek a digók? Menekülj, menekülj. Na, és holnap is lesz, ugye? Már lesz a nagy futam. Holnap lesz a nagy futam, tehát elég sűrű a hétvégén, ami mit csináltok a rakparton, mutatjátok meg majd az autókat, ugye? Igen, és nem csak mi leszünk ott, ott lesz két Forma 1-es versenyző, két Forma 1-es Red Bull Renault. Wow, Ricardo jön, ha jól tudom. Ricardo meg a Coulthard fogja vezetni a másikat. Lesz repülős bemutató Besenyei Péterrel, ott lesznek nagyon komoly túraautók, lesznek a német túraautóbajnokságból, a DTM-ből, Timo Glock, ő is versenyzett a Forma 1-ben, és lesz a 9-szeres rally világbajnok Sebastian Loeb, egy VTCC autóval, és ott leszek én is, többek között Kispál Tamás. Úgyhogy szerintem mindenki, aki kilátogat holnap, az meg fogja találni számára az érdeket. Kispál, sérzettem a Kispál zenekar is felé. Hihetetlen, hogy kis csillag koncert is lesz, reméljük. És az is, hogy David Coulthardot reaktiválták, hihetetlen, hogy visszatér a kaszás pok. Hát ez azért ő oda ül egy ilyen kis Forma 1-es autó, még azért oda tud pirítani. Ez biztos, hogy olyan lehet egyébként, mint a biciklizés, tehát hogy így nem tudják elfelejteni. Valószínűleg annyi éven keresztül csináltak, hogy beülnek azokba a gépekbe, és a reflexek megint működnek. Pontosan szerintem is. Tehát ő beül az autóba, versenyzett közel 10 évet a Forma 1-be, ilyenkor pillanat alatt állt el az agya is már semmi. Órákat tudnék erről mesélni. Igen. Na, és viszel egy hallgatónkat is, ugye? Ez egyfajta igen, ilyen élményautóztatás lesz ott a rakparton? Így van, ugyanazzal az autóval fogunk menni, mint amivel Katát is hoztam ma reggel. Valamivel 10 óra után lesz egy szerencsés nyertes, akit ott ugyanazon az útvonalon meg fogok autóztatni, mint ahol egyébként később a rendezvény is, ugye, igen, le fog zajlani. Nagyon jó. Van egy kérdés akkor. Amit te most fölteszel, és majd a hostess lányaink kiválasztják a nyertest, hogyha Feri visszajön, akkor ő kiválasztja, jó? Mert ugye ígértük, hogy a helyszínről választunk valakit, aki szeretne beülni Norbi mellé, és ugyanúgy felültetünk majd egy lányt a Talma mellé. A Talma mellé azért lányt, hogy ne legyen egy férfi sokkal nagyobb, mint a Talma. Igen. Meg, hogy ne végig ne egy kerekezzen. Ezért majd Talma mögé egy lányt ültetünk föl. Jó? A kérdésünk pedig ez, hány oktános énekes volt Zámbó Gibi? Na, Norbikám, egy kérdés, egy nagyon egyszerű, valami, ami a futammal, a hétvégével, a nagy futammal kapcsolatos, bármi. A kérdés az lenne, hogy a hétvégi két versenyből melyik lesz a 100. futamom a sorozatban, az első vagy a második? A betyárján, de kemény, bekérdezett. Jó, tessék utána nézni nyugodtan, ha valaki nem tudja, így internet, van. 3G van a reptéren, lehet nyugodtan segítséget. Dobjatok be egy szőlőcukrot, pörögjön az agy. Jó, dolgozzatok kicsit a válaszon, nem sokára egy embert majd kiválasztunk, és minden részletet leegyeztetünk vele, hogy hol legyen, és Norbi holnap hol fogja fölvenni. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Neked nagy kalappal, Norbi, köszönjük. Holnapra is, de inkább ugye a hétvégi futamra, legyél ügyes, hogy hagy drukkolhassunk neked, jó? Szép napot nektek. Köszönjük szépen. Kata, vigyázz magadra, ciao. Sziasztok, köszönöm a lehetőséget. Maradsz még azért? Hogy ne maradnék, az utolsókig. Az helyes, Jani 9 óra után szürke hályogot kap, úgyhogy... Vagy vörösködött, vagy mit. Nagyon fél elmegyek helyette, átvállalom. Benni egy alfajetese is, igen? Lenne. Na jól van, oké, köszönjük szépen, Norbi, neked is, vigyázz magadra a nagy kalappal hétvégére. Jó, ciao, köszönjük szépen, legyetek ügyesek. Közben csak mondom, hogy ezt most megint nem tudom, hogy valaki elkötötte. Igen, pilóta nélkül repül. Nézzétek, ott a levegőben már valaki éppen felszállt a budaörsi reptéren, és ha minden igaz, akkor Feriék pedig közben elindultak visszafelé, bizony, nem sokára leszállnak, úgyhogy azt is közvetítjük. De mondjad? És kaptunk egy nagyon jó hírt Feri landolásával kapcsolatban, ezt látták filmesek, és újraforgatnak egy nagy filmklasszikust, a Struc leszáll cím. Közben pedig jönnek még az SMS-ek, gyerekek, láttam a Ferit a 4-es metróról. Igen, mélyre fúródott. A 3-as metrón ülök, és láttam a Ferit. Kérdezik, hogy hova lehet jönni, érdemes-e még kimenni, hogy ne? Hát Jani 9 óra után repül majd, a streamen is adjuk, úgyhogy interneten is lehet nézni, és 8 után pedig reptetjük a főnököt, amit szintén megpróbálunk interneten közvetíteni, úgyhogy aki nem tud eljönni, mondjuk majd a Ustream csatornát, hogy hol tudjátok nézni, de érdemes, mert itt 8 óra után indul majd az élet a reptéren. Nem győzöm eleget hangsúlyozni, 87-es és 187-es busszal lehet megközelíteni a budaörsi repülőteret, az egyszerű földi haladóknak, olyanoknak, hogy milyen én is vagyok.
Így van. Na, most pedig Óven bácsival és Berunénivel játszunk már is. Óven bácsi és Berunéni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Berunéni. A párafarm csalogányai. Annett, hello, jó reggel. Szia. Hello. Várjál, szól a mikrofonod? Várjál, szólnia kellene, beszélj vele egy pillanatra? Sziasztok. Hello, Annett, jó reggelt. Anett, honnan jöttél megnézni minket? Én itt Budapesten élek. Budapesten? És innen megyek dolgozni. Tényleg? Igen. Szóltál tegnap, hogy kicsit később mész? Tudnak róla, hogy itt vagyok. De maradsz 10-ig, akkor nem kell rohannod. Persze, 10-ig mindenféle. Janit meg kell nézni. De aranyos. Hát egy német pilóta repteti, bízunk igen. benne, hogy ugye tökölön szálltok föl, eljön idáig, de hallani fogjuk. Illetve itt vagy, Janis. Mondj valamit, Janis. Annyira jó, én ezen úgy tudok nevetni. Őszinte mosolyom, tavaly ilyenkor nem volt, amikor a gépszájnán kellett ülnöm, de most ülök és mosolygok. Kértem egyébként, hogy a sírkövemre az utolsó mondat alatt véssék fel azt, hogy bro áf. Igen, jelentsen a szó bármit is. Na, Anett, szokott menni Óven bácsi Beru néni? Mindig hallgatok titeket munka közben, úgyhogy általában szokott menni. Jó, mutatjuk akkor, mit csinálnak, jó. Ezt fogod először hallani, jó? Jégkorong. Úgyhogy squasholnak? Mert ez tenisznek nem tenisz, mert ahhoz gyorsan pattan a labda, meg ott nincs ilyen műanyag hang. Squash ez. Ez inkább squash, ugye? Squash. De Óven bácsi még squashol. Így van. A gyengébe kedvéért gyeplabda. Igen, nem, kriket. Berunén is tud még squasholni. És ah, hallod, mikor át szervál? Azért a mindenit. Mutatjuk, mit énekelnek. Figyelj, Anett. Na, 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 na. Lehetne még egyszer esetleg? Mutatjuk még egyszer, egy ugyanilyen rövid részletet fogsz hallani, figyelj! Na, 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 na. Jézus Isten! Nekem van tippem. Sok minden lehet. Hát, bizony, ez bizony. Még, ez még nagyon sok minden. Nekem van tippem, de nem én játszom. Aha, igazad van, ha az arcomra érzi, akkor az nem szélütés, és gondolkodok én is. Mutassuk egy hosszabb részletet, igen, és vegyük ki belőle a bögrét. Igen, jó. Sajnos. Kivettük a bögrét, figyelj! Na, 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 na. Na 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 na. Nincsen? Még egyszer akkor ezt még az utolsót is. Lassan megvesz. Janinak fel kéne szállnia. Igen. Ne törődj vele, hanem semmi baj, csak már Janinak már rég tökölök kéne lenni. Egy utolsót mutatunk, jó? Mert szerintem ez nem lesz meg. Na 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 na. Na, 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 na. Nincs meg? Álmod valóra váljon. Vagy magyar lesz. Az, hát álmod valóra váljon. Vagy pedig már szabad fordításban tolom. Nincsen? Valami ilyesmi. Megmutatjuk, mi lett volna az eredeti. Jó, figyelj, érted? Száj! Basszus, ennyit kellett volna mondanod. Száj! Szóparti! Így van. A retro napon lesznek? Hány zenész dolgozott ezen a dalon? Sem ennyi. És milyen jó hangja van Bettilának? Sem ennyi. Mert nem ő énekel. De egyébként a Bettila éneket. Szó, parti lett volna, Anett. Sajnálom. Köszönjük. Ajándékcsomag nélkül. Maradj még, jó? Puszilunk. Ciao, hello, hello. Gyerekek, a piros helikopter pedig ebben a pillanatban landolni látszik a budaörsi reptéren, ami azt jelenti, hogy Feri leszállt? Hát én azt gondolom, hogy ez a művelet azt jelezheti, hogy repülőgép száll le a gyepre. De várjál csak, ugyanazzal a géppel jöttünk össze. Nem amortizálódott le odafele? Úgy látom, mindenki integet, mindenki vidám, mindenki már kiszállt. Nem, csak azt mutatják, merre van a mentő. Igen, most pedig nagyon integetnek, hogy hozzatok mentőt. Feri leszállni látszott a főnökkel. Igen, most húzzák ki Ferit a géből. Még mindig húzzák, még mindig jön. A derekánál tartunk. Igen, most már a combját is látjuk. És csak húzzák és húzzák. Úgyhogy drága hallgatói, megérkezett a mi főnökünk, az ötletgazdával, Attilával és a főnökkel, Sebő Gergővel, úgyhogy 8 óra után kezdetét veszi itt a budaörsi reptéren a főnök reptetés. Rengetegen vannak már itt az üvegstúdió előtt, több százan jöttek ki hozzánk, írják még rengetegen, hogy várjunk egy picit, mert úton vannak. Feri megérkezett, úgyhogy... A strúc leszállt. A strúc landolt. 8 óra után főnököt reptetünk, 9 óra után pedig Jani megy az Alfa Jettel repülni, amit ugye úgy fog kinézni. Itt vagy, Jani. Hallasz, Jani? Remélem, a helikopterben elájuló. Rosszul vagy, Jani. És itt van Feri közben. Hello, Feri! Szevasztok! Hát
Hát nem csak én vagyok itt. Fordulj meg, mert foltos a gatyá. Egy kicsikét becsorgott, srácok, inkább kikapcsoltam a telefont. Egy szót nem hallottam belőle, te gondolom ti is ugyanígy voltatok velem. Kiválóan közvetítettél, mindent hallottunk. Abszolút igen, jó volt. Jó volt. Akkor jó. Hát figyeljetek, meg kell mondjam őszintén, hogy hiába csipkedtem a pilóta bal belbibóját, hogy egy picit belehúzzunk, mint a múltkor. Ő nagyon-nagyon korrektül repült. Tehát szépen felszálltunk, átmentünk, letettünk. Janikám, csak egy dolgot szeretnék mondani, én már láttam felülről azt a repülőteret, ahonnan az Alpha Jet indul. Jelen pillanatban egy körülbelül 150 fős, nem, 150 fős birkacsorda van a repülőtéren. Az igen. Kicsit lehezíteni. Remélem belegázol. Az, igen. És majd megyünk, és akkor Donner, Retter. Jürgen. Majd, hilfe. Na, milyen állapotban van a főnök? Ott van melletted, ahogy látom. Nézd meg, hát gyönyörű fiatalember, de nem ő van rosszul, hanem a kolléga, aki följelentette, bejelentette őt, mert ő még életében nem ült helikopteren. Jó vagyunk? Jó, köszönöm. Aha, nem ez látszik az arcodon. Ez volt az első helikopteres repülésed, vagy az első repülésed egyáltalán, tényleg? Helikopterrel, igen. Helikopter, milyen volt? Jó. Jó volt? Igen. Picit, ha majd a vér visszamegy a fejedbe, akkor biztos jobban is leszel. És milyen állapotban van Gergő, ami főnökünk, Felim? Gergő egy igazi profi. Köszönöm szépen, jó állapotban vagyok. Kértem is a pilótát, hogy menjünk Mexikóba, azért csodálkoztam, hogy itt szállunk le. Igen, hát hagyjuk most az adótartozásodat, jó? Igen, van, hogy gyorsan lerendezzük egy szusszal. Na, hogy vagy, izgulsz? Láttad a gépet, csak mutatom, ott van a hátad mögött. Nem láttam még, nem tudom, hogy melyikkel fogok menni. Azzal még a sárgával. Még ne is akarja tudni, hagyjad rá, én a következő órában. Gergő a következőt mondta, hogy ő már ugye repült ilyen Egyiptom, meg mit én, amikor mentek társasutazásra, és ugye azt nagyon szerette. Majd amikor ecseteltem neki, hogy mi az alap repülési terv, akkor azt mondta, hogy ő tulajdonképpen nem fordulhatna vissza. Úgyhogy nagyon jó vagy, Gergő, semmi gáz, hidd el, a nyakadba is fog hullani. Jó, rendben. Jól van. Első osztályt azt szeretem, úgyhogy azzal nincs probléma. Aha, ez nem az lesz. Én repültem a besenyeivel, igen, azóta is néha felriadok. Pedig ő egy drága ember, és nagyon vigyázott rám. Rád nem fogunk, jó? Hiha. Úgyhogy gondolj erre, a hírek után akkor reptetjük a mi drága főnökünket, Gergőt, jó? Aki szeretne jönni budaörsi repülőtér, itt vagyunk még mindig, gyertek nyugodtan. Uh-huh. És egyébként csak mondom az itt jelenlévőknek, hogy 8 óra 5-kor száll el felettünk majd az Alpha Jet, és... A B-25-ös, az Alpha Jet is egyszer elrepült, 8-5-kor, tényleg? Igen, most mennek tökörre. Hoppá! Most mennek tökörre, én beszélek, mert kerestem az Alpha Jetet, és egyre rámutattam, de az kiderült papírrepülő, mondom, az még a Jarinak is kevés, és mondták, hogy most itt elhúznak, 8-5-kor, 8-10-kor már leszállnak. Nagyon menő, és annyit kérnék a jelenlévőktől, hogyha valakinél van stíft, hozza már ide a stúdióba, mert erősen izzabok. És ha van egy tiszta alsó, ha bedobjátok, azt is megköszönjük, jó? Te 8 óra 5-kor repül az Alpha Jet és a B-25-ös fölöttünk, mi pedig jövünk a főnök reptetéssel a hírek után. 8 óra múlt, pontosan 12 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Hello Feri! Hello! Gyerekek, ha bárki látja a Janit, a vállán itt vagyok, hallak benneteket, srácok, hát van, tudjátok, hát ha technika vívmánya itt a 2014-es évben már ezt lehetővé tesz, itt vagyok, hallak benneteket. De azt mondtad, hogy már voltál egy jó, megint bementél? Hát igen, mert megláttam az Alphát. Igen, hát az Alpha Jet az ebben a pillanatban, illetve pontosabban néhány perccel ezelőtt áthúzott itt a budaörsi reptér felett, rengeteg SMS kapunk Török Bálint, Diós, Budafok, hogy mindenki látta illetve a repülőt. Illetve a Boni légvédelem is jelezte, hogy leszedik. Igen, de csak ha te benne vagy akkor. Nem, azt mondja, 9 után. És hát itt a pilóta csak egyfajta ilyen, hát nem is tudom, ilyen kis éreztető szándékkal kétszer áthúzott a budaörsi reptér felett, Jani pupilája pedig, hogy fölnézett, szűkülni kezdett. Kicsit erre forgott, kicsit arra forgott, kicsit fölkapta, és aztán ugye elindult tököl felé, ahol várja az áldozatát. Remélem egyébként, hogy tudtam, mit csinált, és nem pedig az volt, hogy BASZEG! Nézd, hogy pörög! Nem, azt majd később fogja. Külön szeretettel hívnánk fel a figyelmet arra a kunsztra, amikor a második átrepülés után fölhúzta az orrát, és egy fölfelé menő dugóhúzót csinált a csávó. És este ki belőle a csavarok. Igen, ez az alap. Igen. Nagyon durva. Nagyon jól néz ki ez az Alpha Jet. Ugye, aki nem látná, vagy nem tudja, hogy milyen gépről van szó, nyilván sokan vannak, egy ilyen kis vadászgéphez hasonló, ugye gyakorló gép, ami tulajdonképpen, mint egy ilyen F akárhányos, körülbelül úgy néz ki messze a levegőből. Kétüléses, ahogy láttam értelemszerűen, hiszen te is benne leszel, és itt nem tudom mennyivel ment, de 900-950-nel tud menni az a végsebessége. Van. Hát ez gyakorlatilag egy gyakorló változata egy harci repülőgépnek, ez, ahogy már mondtuk is a műsorban, rendszeresítő volt ez a géptípus a francia és a német légierőben egyaránt. Így van, tehát sebességben ugyanazt tudja, technikában ugyanazt tudja, hát ha szerencsénk van, akkor gépfegyver nincs rajta, mert te nyilván ahhoz nyúlnál hozzá egyből. Na, hogy vagy? Hát egy rosszabbul? Azt a szót kerested, igen, hogy rossz? Hát gyerekek is vannak.
gondolj rám, hogy ezt én is túléltem tavaly, neked egy kicsit a G-vel nagyobb bajod lesz, de ne törődj el. Tehát ha azt túléltük, vagy Feri, amit kapott a helikopterbe, hát akkor ahhoz képest csuda jó lesz. Csuda jó lesz. Itt vagy Jani, halaszen is. Baj van Jani. De néha között így. Mondtál valamit Jani? Körülbelül ez lesz. Na, hogy mi történik itt a budaörsi reptéren, egyrészt meg kell dicsérni a mi hallgatóinkat, mert hogy rengetegen vannak, de tényleg ebben semmiféle műsorvezetői túlzás nincsen. Mi már ugye a füvön, a reptér közepén, a kordon másik oldalán pedig több száz hallgatónk jött el megnézni, egyrészt Jani repülését, a főnök repülését, és együtt majálisozni, ugye tulajdonképpen a Klassz FM-mel és a Morning Show-val. Ugye, ami zajlik ebben a pillanatban, az az, hogy a főnökünket elkezdték beszerelni, és felszállás közeli állapotba tenni. Többen matatnak még a lába viszont között, nyilván, ha a feleséget csinálná, szeretné, így, hogy egy nagy darab szakállas ember csinálja talán kevésbé. De az arcán már azt a fajta természetes mosolyt, mint amikor landoltatok felé, nem annyira látom. Figyeljetek, olyan pánik van, hogy ezt el nem tudod képzelni, ugyanis úgy kezdődik a beszállás egy ilyen gépbe, hogy rádadják az ejtőernyőt. De figyelj, ugyaninnen nem lehet kinyitni, mert 5 méteren nyitunk, de mindegy, legyen ezt rajta. Én se értettem, igen, hogy ez tulajdonképpen miért kell. Főmérnök úr, hagyj kérdezzem meg, minek az ejtőernyő, mikor 10 méterről fog leesni? Azért, mert különben nem tud kényelmesen bennülni a repülőgépbe. Ahogy ez tulajdonképpen egy háttámos gyerekek, nagyon jó. Aha, tehát ez egy kényelmi funkció. Na, mielőtt megszólaltatnánk a kollektívát, meg aki benevezett, ugye ő már beszélt, meg hát jöttek neked sokan drukkolni, egy-két dolgot, hogy Gergő, mégis hogy vagy jelen pillanatban, mit érzel, ugye ülsz már bent a gépben, igen, csatolnak be téged, hogy érzed magad? Köszönöm szépen, jó. Ennyi? Kicsit magas lett a hangod, Gergő! Köszönöm szépen, jól! Na, minden oké, srácok! Igen, mert rámúzták itt a heveder, aztán pont összeszorult mindenem. Kicsit? Azért lett magas a hangom. Gyerekek már vannak, Gergő? Még nincsenek. Nem is lesznek, engedve, ne törögjel, semmi. Beszéld meg a feleségemmel. Na, milyen érzés egyébként, tényleg, mennyi az adrenalin, izgulsz, hogy vagy? Nem, figyelj, én ültem a besenyeivel, tudom, hogy ilyenkor az ember már azt se tudja szinte, hogy hol van. A pulzusom reggel óta 1000 fölött van, úgyhogy ez most nem állt le, most még erősebben ver a szívem. Nagyon milyen kemény egyébként, mert hogy ő egyébként, ezt nem mondtuk, elől ül. Tehát ebben a pozícióban egyrészt nem tudsz megölelni senkit, másrészt picit olyan érzete van az embernek, hogy ő vezeti a repülőgépet, már pedig nem te fogod. Hát remélem, nem én fogom. Ez az a kar, amit nem kell meghúzni repülés közben. Csak mondom, jó? Nehogy baj legyen. Figyelj, a legjobb, ha semmihez nem nyúlsz. Én jó, tudom. Tényleg. Meg sem mozdulok. Ülj és próbáld élvezni, úgyse fogod. De hát ennyi. Illetve Ferit is megkérjük, hogy még egyszer ne támaszkodjon a gép szárnyára, mert már így is recseg. Remélem, nézd már meg, ki van ott. Illetve szeretnélek megkérni benneteket, drága hallgatóink, hogy ne nagyon dohányozzatok, mert egy rohadt nagy olajfolt van a gép előtt. Gergő, te, neked ezzel se kellene foglalkozni. És ha marad még a leukoplaszból, ide még rakjatok szerint. Jaj, gyerekek, szóval tényleg komolyan mondom, ennél nincs szebb dolog, amikor tét nélkül, önfeledten, kivéve Janit, ugye Feri? Hát mi már ráérünk. Mosolyogsz, tavaly mi ezt letudtuk, akkor megszenvedtük, mi már csak együtt érzünk ugye Gergővel és Janival. Na, Attila, tényleg milyen főnökül, egy kicsit meséljünk erről, hogy mi a jó oldala, mi a rossz oldala, erről már beszéltünk, van-e egyáltalán rossz oldala, illetve mit lát most az arcán, mennyire megszokott, hogy így néz ki? Hát ez nem megszokott, sokkal feszültebb, mint általában. Igen? Az értekezleteken nem szokott ennyire feszült lenni? Nem jellemzőre. Ez látom, valamilyen ritka bőrbetegség, ez a szürkeség? Nyugi, ha feje lefelé repülnek, ott visszamegy a vér a fejében. De azért ő alapjában éve a szeretetek jeléül neveztétek be, ugye? Tehát ő azért egy jó ember. Így van. Hát azért neveztük be, mert azt gondoltuk, hogy megérdemli ezt a műrepülést. Hogy megérdemli. Az egyes a legkellemesebb, az ötös a legdurvább. Milyen repülést kíván neki a kollektíva? Körülbelül. Hetes. Mit kapjon? Hát egy ötöst. Egy ötöst? A legdurvábbat? Igen. De azt mondtad, hogy szeretitek. Hát egy életrosszul élmény lesz neki. Már azt most az, ha most kiszednénk, már az lenne. Tehát ha nem is repülne, már köszönöm, az lenne. Köszönöm. Na, közben instrukciókat kap Tamástól, ami pilótánktól. Miket mondtál éppen, Tamás? Hát csak fölhívtam figyelmét, hogy hogy kapaszkodjon. Nagyon, így nagyon. És hát majd egy menet közben szépen most már még el kell döntsük, hogy a fokozatosság elvét követjük, vagy dirdurban. Én tudod, hogy olyan ember vagyok, aki abszolút jó ember, és csúszik az utóbbira. Az utóbbira szavaznék. Jó, mire készülsz egyébként? Tehát hogy néz ez majd ki a levegőben? Hát a levegőben én először véletlenül megnézzük, hogy milyen a hátorrepülésnek az élvezete, vagy milyen, amikor alulról nézi, vagy a panorámát, és azt követően így különböző ilyen alapfigurákkal szeretnék neki kedveskedni. Uh-huh. És mindezt úgy, hogy hallunk téged, ugye rajtad így keresztül. Így van. Aha.
És majd mindezt úgy, hogy kedden vizsgáztál. A levegőből, és remélem fogjátok hallani a mi belső kommunikációnkat is. Na, a kalap gumi a széria felszereltség? Tehát, az, hogy rá szíjasztátok a fejhallgatót? Ez praktikum. Ne essen le. Gergőkém, van itt egy-két kívánság a kollektíva részéről. Igen. Ha ezeket a kívánságokat te teljesíted, akkor mi beszélünk Tamással, hogy bánjon bele gyengéden. Aha. Ha valamelyik a kollektíva által kért, vagy kívánt dolgokra, te nemet mondasz, vagy esetleg egy kicsit még nem tudod, hogy mit válaszoljál, akkor szintén beszélünk Tamással. Csak az neked nem biztos, hogy jó lesz. Értem. Úgyhogy Feri közben törölgeti Gergő arcát. Van rá szükség. Ha rám hallgatsz, akkor most az itt felsoroltakból bevállalsz mindent, és megígérsz, és teljesíted. Mert ha nem, megteheted. Beszélünk Tamással. Csinálhatod, de beszélünk Tamással újra. Jó? Egyébként annyit csak tudnod kell, hogy Tamás hírhetten önfejű pilóta. Vele nem lehet beszélni, mindenki ezt mondja. Igen, hihetetlenül makacs ember. Én ismerem, mondtam, hogy Tamás légy gyengéd, azt mondta, tessék, ez nem nagyon ismerik. Gyengédség, mi az utána nézve? Na figyelj, a kollektíva kérése a következő lenne. Igen. Gergő, ez az első, ugye? Attila, szóljál valamit rosszul mondok. Gergő, vigye el a társaságot májusban paintballozni. Iha. Nem hűha, igen. Tamás. Az a helyes válasz. Ez egy hülye, Tamás. Helyes? Tamás. Azt mondani, igen, csak annyit mondom, persze, Tamás. Természetesen. Természetesen. Hallottátok? Gyere ide, Attila, hallottátok? Igen. Valaki jegyzeteljen, írjátok ki archívba, ezt megígérte. Briginek Gergő új nyomtatót ígért. Forgalomhoz kötötte, amely, ha teljesül, akkor megvan a nyomtató. A nyomtató azonban még nem érkezett meg. Gergő? Hát igen, volt egy ilyen megalapodásunk. És miért nincs ott az a rohadt nyomtató, mi? Akkor úgy gondolom, hogy most ezt is meg kell ígérnem, hogy ahogy itt végeztünk, megyek és veszem a nyomtatót. Gyertek ide közel nyugodtan, ti mind a kollektíva ott? Gyertek nyugodtan hozzánk közelebb, egészen nyugodtan, hogy halljuk az öröm sikolyokat egyébként. Ki a Brigi? Nincs Brigi éppen a nyomtatót szereli, tudod? Dolgozik. Na milyen így látni a főnöket? Hello, csajok. Nagyon izgulunk. Igen? Hát képzeljétek ő, hogy érzi magát. És nagyon. Nincs jól, nem? Nincs, abszolút. Ugye azt látom, hogy egyébként nincs jól. Idén nyáron, következő kérés, jöhessen a fagy is minden csütörtökön, és kaphassunk a cégtől fagyit. Tessék? Bocsás, nem hallottam. Mondd, hogy igen. Itt valami történik. Igen, persze. Igen. Mindenki új széket szeretne. Új széket? Azt a mindenit, ezt nehéz bevállalni. Tamás. De természetesen repülés után széket is megyünk vásárolni. Hallottátok? Igen. Ez ember ő. Én azt gondolom, hogy nincs ez ebben. Milyen széket szeretnél? Forgósat. Forgósat! Nagyot bört főnöki! Forgósat! Nagyon jó. De várj, miért csak forgósat? Miért nem forgós masszírozósat? Az idei év végén a buli ne borkostolás legyen, sokkal jobban szeretnénk egy Oktoberfestet, vagy egy prágai sörtúrát. Gergő? Hát az nem év végén van. Tamás? Gergő? Vigyük föl 8-asra. Tetesen. Hallottátok? Megyünk Oktoberfestre. Hallottátok, mit mondott? Megyünk Oktoberfestre. És az utolsó, jó? Ha a mai napot élvezi a Gergő, egyszer hadd élvezze minden dolgozó, szervezzünk repülőnapot, hát sem egy 10 milliós költségre törődj. Persze, mit számít? Egyszer élünk, szervezünk egy repülőnapot saját magunknak, de ez már nyilván nehezebben teljesíthető. Jó. Egy utolsó viszont, ez most találtam, a mai napon a cégnél maradt dolgozók kapjanak egy girosztálat. Girosztálat. Kérem? Hűha. 11-es fokozat nem mehet? Ez a jó válasz. Természetesen már rendelem is van. Ez az igazi főnök, gyerekek, csak értetek él. Nagyon jó, mondjad? Mi itt maradtunk, mi nem kapunk. Ja, jó. Szemtelennek se jó lenni, mert ha lejön és túléli, akkor viszont végetek van. Gergőkém, mondanám, hogy jó utazás, de hazudnék, mert nem az lesz. Érezzétek magatokat nagyon jól, csukjuk a fedelet, így van. És de aztán a repülőben még, majd találkozunk. Ami még szabad a Gergő keze, írasd vele alá a papír. Tiéd a cég. Lecsukhatjuk akkor, jó? Tamás, innentől kezdve rád van bízva, ahogy gondolod, és ahogy érzi. Tessék? Megoldjuk, rádiózgassatok egy kicsit. Oké, köszönjük. Gergőkém, az ország főnöke vagy ezáltal. Több ezeren irigykednek most rá, több ezeren szerettek volna repülni, úgyhogy sokan irigykednek.
Gyerekek, ez a sárga madzag itt a szárnyon nem gáz? Én levágnám, ezt én is láttam. Jó, nem tudom, mire való egy ilyen. A múzeum ezzel köti ki, hogy a gyerekek ne menjenek hozzá közel. Atyám, no. Legyen szíves, in nomine Patris et Filii Spiritus. Szentelt fel a gépet. Gergő, már elől ebben a pillanatban indítjuk a motorokat pillanatokon belül. Hátul Tamás egy gyönyörű kék bikás sapkában, és ebben a pillanatban egy kicsi melegítés után ők majd ugye felszállnak ebben a gyönyörű időben a budaörsi reptérről, aki Török Bálinton lakik, Diósdon lakik, Budaörsön lakik, nyugodtan jöjjön ki az erkére, mert hogy pillanatokon belül látható lesz, ahogy a főnök repül, hát nem örül, nem? Hú, de durva is, most látok egy embert, erre fele szalad, és azt kiabálja, nem hagyjátok, én vagyok Illés Tamás! Hogyha az utolsó üzenetet kéne mondani a főnöknek, mi lenne az? Vigyázzon magára, egész! Ő már nem tud vigyázni, itt most már csak a Tamás vigyázhat. Ő már nem tud, így van. Na, hát ebben a pillanatban zajlik a melegítés. Nem nagyon tudok igazából az arckifejezéséről mit mondani. Én nem ismerem őt, de szerintem nem biztos, hogy ez a legtermészetesebb arc. És az ország főnöke a több ezer jelentkező közül ebben a pillanatban felszállni készül, és valamit mutogat. Hát a kollégáknak, hogy átvágom a torkotokat, ha túlélem, körülbelül ez volt benne. Igen. Na, közben kérdezem én a kollégákat, hogy próbál mosolyogni, vagy mit láttok rajta? Izgul, nagyon izgul. Hajrá, Gergő! De azért is szeretitek, tehát ő egy jó ember, nem? Nagyon jó gyerekek. Ember. Tényleg. Minden megígért, ez nagy dolog, nem? Igen, nagyon örülök. Figyelj, lesz girosztálatok, lesz oktoberfestetek, lesz új széketek, lesz nyomtatótok, úgyhogy minden megígér. Egy dolgotok nem lesz főnökötök, de hát ez Istenem, minden nem lehet, érted? Abszolút, abszolút. Lesz fizetés is. Hát ugye azt ő elmondta tényleg, hogy tudta, hogy ma jön ide repülni, és délutára tette a fizetést. Közben már ugye itt halljuk a rádió forgalmazást. Akkor meg tudunk csinálni, vagy a, nem tudom, hogy nem látom, hogy a taxi útott a DC-veget. Hát nem tudom, én ilyet hallanik a pilótától, hogy nem látom, hogy hol van az út, már elkezdenék félni, nem? Először vagyok itt, nem tudom. Megint neked kell. Egyedül vagy egyelőre. Egyedül vagy, mennyi, csinálj valamit, körülbelül ennyi jött a toronyból. Egyedül vagy, nem tudunk segíteni. Igen. Mondjuk a hallgatóinak közben, hogy amit ti hallottok alattunk, az tulajdonképpen a rádió forgalmazás, amit ugye, ami pilóták Tamás a toronnyal, ugye folyamatosan kommunikál, felszállási engedély, egyedül van-e, illetve hogy az előtte való sok gomb az micsoda. Úgyhogy ezt próbálja. Igen, és hogy a kart merre kell húzni. Igen. Csak mondom, gyerekek, hogy amikor mi szálltunk föl tavaly, mi elmentünk a pálya végéig, emlékszel? Na most Tamás egy negyed távot vesz, ez azt jelenti, hogy körülbelül 15 méter után föl fogja kapni a gépet, mint az na állat. Jó, de ne felejtsd el, hogy azt az amkettest, amivel én repültem, a közlekedési múzeumban azt hozták. Azt mondjuk igaz, és tolni is kellett. Azt be kellett tolni konkrétan, aminek tavaly ugyanilyenkor a szárnyán ültem, meg hát nyilván azért ez gyorsabban fölkapható, mint egy ankettes. Tényleg, én a legvégéről indultam. Ott neked végig kellett gurulni. Igen, az ötkölődés végéig már végig gondoltam hatszor az életemet ott a szárnyon ülve. Senki sem hitt benne, hogy el tudsz rúgaszkodni. Voltak, akik szorítottak is, hogy ne. Életem egyik legdurvább élménye. Na, közben pedig, ami főnökünk, vagy hát most már Gergő, ugye az ország főnöke, aki mindent megígért, gurul szépen a kifutó pályára, néhány gödör, néhány kolibri, néhány sasfiók és néhány fészek után a budaörsi reptér közelében készül kiérni. És tényleg érdemes kijönni, mert Tamás nyilván annyira magasan lesz, hogy a közeli agglomerációból ez abszolút látható lesz, hogy hogy reptetjük a főnököt. Most már, hogy ő kevésbé hal minket, ezért elmondhatjuk, hogy kedves repülés lesz. Tehát semmi durvát nem terveztünk, ugye? Te nem terveztél, az én igen. Beszéltem Tamással. Mondtad neki? Hogy ne? Tamás azt mondta, csapjál oda. Hogy megnyírja a környező jegenyéket is. Most egyébként, amerre most mennek, mi van? Beugranak még a tetyóba? Vagy most mit csinálnak? Mi lesz? Fölszállni készülnek. Egy négy sajtos Mirelit pizzát, Tamás! Figyeljetek, egyébként a kollektíva közül kinek az ötlete volt? Szóval, hogy együtt találtátok ki, vagy volt egy hangadó, és... mondjad? Az enyém volt, az én ötletem volt. A te ötleted volt. Hmm. Tehát, ha jól sül el, akkor együtt viszitek el balhét, ha rosszul, akkor azért azt inkább te azt tudod. Igen. Ez a nyilatkozat, ez jól jöhet még később a többieknek. Több volt, nem mi találtunk ki. Te mi vagy a cégnél, vagy neked mi a feladatod? Én a beszerzéssel foglalkozom. Hát foglalkoztál, fogazzunk. Szerintem a múlt idő felfüggesztve ez a pozíció. A múlt idő jó. Egy jó hangulatú cég vagytok? Igen, egy elég kellemes hangulatú cég vagyunk. Nagyon kedvesek a csajok, hát jó lehet itt egy csapatépítő tréning, nem? Hogy igen, az. Szokta... Jó. Nem kérdezek erről. Van párod? Van feleségem. És itt dolgozik ő is?
Nem. Akkor nem mondj többet. Akkor erre azt kell, hogy szörnyűek ezek a buliborzalmasok. Úgy utáljuk, mint a franc. Csak nincs kedvem menni. Fúj, az az évi kettő. Na, drága hallgatói, közben egyébként hát most már vagy az M1-M7-ig gurultak, vagy csak én veszettem el őket. Legalábbis most jelen pillanatban nem látom Tamást, Gergőt és az ő kis gépüket. Nyilván előttünk egy baromi nagy helikopter van, talán azért nem, de pillanatokonból megkapják a felszállási engedélyt, és hát elrugaszkodnak. Gyerekek, nem lennék Gergő helyében. Tehát ez ilyenkor nem egy könnyű pillanat. Jó, lesz nem az, egy könnyű pillanat. Kényelmesen ül a háta mögött, ott van ez a kis párnás szerkezet, hogy ne nyomja a derekát az ülés, süt rá a nap, hát mi kell még, nem? Hát nem tudom, én egy picit elbizonytalanodtam, amikor megláttam Tamáson a járó gipszet. Az a múltkori sétarepülés eredménye. Igen. Látja valaki, drága közönségünk, sok százan álltok itt a kordon mögött, integessetek, ott vannak? Uh-huh. Vagy már kigurultak valahova az autópályára, tehát pont a helikopter mögött. Várjál, a füstfelhő előtt vagy mögött? Nézd! M540 Tango Alfa pálya szabad, a szél 3 csomó. Pont jó. Ilyenkor az ember még abban bízik, hogy hát azt mondja, hogy nem tudsz felszállni, de nem, ilyenkor már nem mondják. A torony általában megadja a felszállási engedélyt. Ott van. Ott micsoda? Van. Nem, ott, az ott, egy ott, kamion. Hol? Ja. Ja. Na, hölgyeim és uraim, ebben a pillanatban a főnök pedig elrugaszkodni látszik. Hoppá! És felemelkedik. De kemény! Mögötte rendőrmotorosok. Mondhatnám, ott hogy megy. Barátságosan emelte föl, de miért hazudjak? Nem volt barátságos ez az emelés. Gergő ebben a pillanatban egy hatalmas jobb kanyarral pedig elindulni látszik, és beleszállnak a napfelkeltébe. Él még? Istenem, de gyönyörű, mi az? Köszönjük, hogy indítottátok a galambokat a gép elé. Már egy brutális bal kanyarral egyébként szépen repülnek vissza a reptér fölé. Hát, és egy zuhanó... Aha. Egy zuhanó repülésben elindul. Húzd jobbra! Na most figyeljetek! Én felszedném! 10 méterrel vannak körülbelül a reptér felett. Fordíts meg! Fordíts meg! Menni fog! Ne azt a gombot, Tamás! És ebben a pillanatban... Jézus! Körülbelül egy 4-es orsót sikerült beletenni Gergőbe. Pedig csak 3-ast akart. Mi a baj? Kollégina, mi a baj? Nem kollégina, a feleség. Ja, te vagy a felesége! Isten áldjon! Gyönyörű kapcsolat volt ez eddig, mi? Köszönöm szépen. Tamás, kérdezlek, esetleg hallottok-e minket, tudsz-e valamit Gergőről, hogy van, éle még, milyen színű a nyaka? Már lehet, hogy Tamás sincs éle. Aha. Igen. Oh. Ha minden rendben van, Tamás, füstöljön a hajtómű. Gergő ebben a pillanatban egy visszafordulót kezdett el, és most zuhanó repülésben indul a budaörsi reptér felé. Oh. Ez fájhatott. Na mit látsz? Izgulsz nagyon? Szerinted. Jó ember a férje. Minden nap ezt csinálja Balázs, tehát abszolút. Hallasz, Tamás, minket? Hát. Balázs, hogy hallottok? Abszolút hallunk, itt vagyunk, igen. Mit látsz, Gergő, milyen állapotban van? A Gergő egyelőre jól rezíti, nagyon tetszik neki, egy nagyon jó utassal van dolgok. Ez az áthúzás, ez nagyon jó volt, amit itt csináltál a reptér fölött, ha ebből kérhetünk még egyet. Figyelj! Ó, elindult fölfelé merőlegesen bele az égbe. Ez vissza! És ebben a pillanatban a zuhanó repülésben most van a csúcsponton, áll meg egy pillanatra a levegőbe a gép. Fordul át a főnök, és zuhanó repülésben jön a budaörsi reptér felé, most már biztos, hogy elájult. Igen! Nincs ennél jobb, mint ezt a földről nézni. Jaj! Ó, még egy hurok, vagy mi ennek a neve? Ennek pánik. Hát figyelj, nem tudom, hogy úristen. Megint megáll a végponton. Igen, figyelj. Átejti a gépet és zuhanás. És ebben a pillanatban aztán mindenit most újra zuhannak a reptér felé. Hát durvábbat kap, mint amit kértünk. Ez nagyon súlyos. Ez nagyon igen. Súlyos. Ne sírjál, nincs baj. Apa jól van. Már figyelj. Nem emlékszik semmire. Nyugi, már elájul. Nagyon jó volt, Tamás, köszönjük szépen. Gergő bírja még a dolgot? Gergő az egy hős, meg kell, hogy mondjam. Aha, most ürített, és most minden a nyakába. Na. A nyakába egyelőre minden a helyén van. Milyen színű a nyaka, szürke vagy piros? Mit látsz rajta? Most nem tud koncentrálni, mert fejjel lefelé fognak repülni, és ilyenkor egy kicsit nehezebben tud beszélni. Most jönnek át újra a reptér felett. Gyereke, Gergő jól bírja. Nagyon komolyan bírja egyébként. Tamás, hányszor mondta eddig Gergő, hogy mama? Ebben a pillanatban újra fölfelé indulnak, át is fordulnak a másik oldalra. Ez a hurok, amikor így megfordul, ugye? Hát nyilván ezt, ami Péterünk sokkal jobban tudná nekünk mondani. Jujjuj! Jujjuj!
ki ne essé, haver! Én most már szólnék, hogy jöjjön le. Van valami jelszó vagy bármi, amit mondhatunk a Tamásnak, és akkor megszakítja a repülést? Ezt elfelejtettük nézd, megbeszélni. Milyen érdekes, pedig előtte megbeszéltük, hogy megbeszéljük, de nem beszéltük meg. Nézd, hogy zuhannak megint. Én azért Gergő helyében bíznék benne, hogy nem teli tankkal ment föl, mert még fél óra is ott fog körözni. Na, hát Tamás, ha hallasz minket, akkor szépen lassan egyébként... lehozhatod, mert nem tudom, hogy a nyaka milyen színű, ugye erről tegnap beszéltünk, de a szürke hályog az már ott van. Rendben, akkor csinálunk egy aranyolátozást és leszállunk. Jó, 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 jó. Mindenféleképpen adjál át valamit. Leszáll a férjed, mit szólsz? Nagyon örülök. Ennyire még sose vártad, nem? Soha. Most mit csinálunk? Vagy te mit csinálsz? Vagy hogy van ez? A Gergő megpróbált egy mondatot kipréselni magából, de ezzel még következő fél órában bajok lesznek, úgyhogy... Miért üti a plexit belülről a Gergő gyerek? A főnök... Oké. Okay. Húzzatok! Legyen, na most legyen. Figyelj! 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 Kedves feleség, csak jelezném, hogy ez lesz élet egyik legszebbje. Így van, körülbelül 50 méter, 20 méter, 10 méteres magasságban a Budaörsi reptér felett. Az ország főnöke most már újra merőlegesen az égbe. De ez már elmúlt. A repülő saját tengelye körül folyamatosan forog. Hát, ezt már nem kértük. Na jó van. Leszáll, legyen jó. Hozzatok egy mentőt. Valami azt sugja, hogy Tamás ezt szeret repülni. Fél kilenc úr, pontosan 5 perccel Jani indul a reptérre. Te vagy a következő. Úgy megy el a kedvem az egész, ahogy így ezt láttam most. Hál' Istennek ezekkel a harci repülőgépekkel nem lehet ilyeneket csinálni. Dehogy is. Jani elindul a helikopterrel a tököri reptérre, mi pedig jövünk a hírek után fél kilenc múlt pontosan 5 perccel. 3:49 lesz pontosan 1 perc múlva újra a stúdióból, az üvegstúdióból itt a Budaörsi reptérre. Rengetegen vagyunk, úristen. Hát többen vagyunk, mint tavaly. Így van, hát ez jelzi azt, hogy mennyire érdekeled te a népet, és mennyire érdekli a Jani repülésetök. Mindegy, még egyszer igen. Utoljára integessetek oda a helikopter felé, mert lehet, hogy ezt a fiút egy kicsit elvesztjük. Jánosunk ebben a pillanatban elindult ugyanazon a helikopter felé, amivel Feri ugye átrepült tökörre, az útvonal ugyanaz, János megy tökörre. Na most lehet majd őszintén az ő arcán is nevetni, az előbb találkoztam vele. Már nem volt olyan természetes a mosolya, mint amikor ami drága országfőnökén Gergő röhögött. Bali, elmehetek még vécére? Ezt konkrétan megkérdeztem, hogy olyan gyorsan, mert tökölön kell már lenned, beöltözés, gérú hasonló. Úgyhogy ebben a pillanatban már indítja a helikopter a rotorjait, és Janival repülnek át, ugye tökörre, hogy ott aztán egy Alfa Jetbe ülve. Egy élmény repüléssel legyen gazdagabb. Az gyorsan elmondom nektek, hogy amikor Jani bármilyen kunsztot csinált ebben a műsorban, a megelőző fél órában nem tudsz vele kommunikálni. Tényleg. Üveges tekintettel áll, és azt mondja, Jani, kérsz valamit? Lefagy, teljesen. Ennyi, kész, úgyhogy igen. Most körülbelül ugyanennyit tudna beszélni, ezért aztán nem is tartunk rá igényt. Hajrá, Jani! Ő csak menjen, repüljön, ha már az Alphajetben van, újra bekapcsoljuk. Na, és itt van a mi hősünk, hello! Sziasztok, hello! Hello, Gergő! Hát figyelj, én tudtam, hogy megreptetnek, meg tudtam mindent, de ahogy te bírtad, vagy amit te kaptál, az nem akármi volt. Tehát az hihetetlen. Igyekeztem állni a sarat. Figyelj le a kalapa, ezt most tök komolyan mondom. Köszönöm, hihetetlen vagy. Hogy vagy? Jól érzem magam, nagyon jó volt a repülés, igaz, most egy kicsit kótyagos a fejem. Azt látom rajtad, hogy úgy próbálsz fókuszálni, hogy lehet, hogy a színem is megváltozott, most nem tudom, lehet, hogy a nap kapott le, vagy a repülés. Persze, a nap, hát semmi, nem érdekes, és a kukoricák is jól állnak itt, igen. Ami kijött. Na, de nagy élmény, nem? Nagy élmény, nagyon nagy élmény volt, igen. Mi volt a legdurvább, ha emlékszel, amikor fölfele mentek, zuhantok a föld felé, orsóba pörögtök, és megy az egész, mire emlékszel? Igazából nem tudtam, hogy milyen műveleteket csináltunk, az egész durva volt, de a legkeményebb része az volt, amikor azt éreztem, hogy az arcom a padlóhoz lapul. Igen, amikor gondolom, hogy jöttök lefelé, igen, és igen, melkasod igen. Is így nyomott, ugye, amikor zuhantok a föld felé. Igen. Meg amikor egy hirtelen átfordultunk, az azért úgy megviselt. Ugye, Tamás, a pilótánk egyszer is megkérdezte, hogy minden rendben, nyomhatom még? Megkérdezte, odafigyelt rám, aranyos volt. Drága volt, igen, hallottunk egyébként végig benneteket, Tamással is tudtunk kommunikálni. Hiszen megígértem mindent, úgyhogy nem is tehetett volna más, nem? Igen, nem tényleg. Beszéltünk. Igen. Ebben a pillanatban közben Jánosunk elszállt a helikopterrel, néhányan integetnek, de inkább ők is mosolyognak, mint hogy együtt érezzenek vele. Úgyhogy János már a levegőben repül az Alfa Jet felé. Na, Gergő, azt kell, hogy mondjuk, hogy jogosan tudtunk téged kiválasztani az ország egyik legjobb főnöke, vagy minden megígértél, ha be is tartod, akkor az abszolút szép dolog. Reméljük. És utána járunk is. Bizonyám. Jó. Oké, és figyelj, ez holnapra a kollégák, illetve holnap utára kapnak egy szabad napot, tehát hogy lássák, hogy tényleg milyen jó vagyok. Adjad már munkaszüneti nappalot! Fú,
két nap pihenőt kapna, csak hogy lássák, hogy milyen jó vagyok velük. Puha vagy, ha azt mondod, hogy a hétfő kedvet is kiadod, az már majdnem egy hét, azt úgy megértem. Gergő, átad a sarat, jó főnök vagy, úgyhogy köszönjük, hogy itt voltál, reméljük életre szóló élmény volt. Köszönöm a lehetőséget én is. Köszönjük Edves szépen. Kedves egészségedre, van néhány... Igen, és ami fontos, hogy szeretnek téged, mert itt beszéltünk velük hát, a földön. Ja. Igen, a feleséged nagyon aggódott, de a többiek is nagyon szeretnek. Reméltem is. Oké, okay. Köszi Gergő, vigyázz magadra. Van néhány fontos információ, egyrészt van egy Ustream, az hol lehet megtalálni, mondjuk gyorsan. A Ustreamen adjuk Jani repülését, már egyébként néhányan ránk találtak anélkül, hogy mondtuk volna. A Facebook oldalunkon és a Morning Show oldalon adjuk Jani repülését, ez még nem a végleges, erről majd lesz egy kis film, profin összevágva, csak szerettük volna, ha már azok is, akik ugye nem tudnak itt lenni velünk élőben látják. Úgyhogy a Facebook oldalunkon és a morningshow.hu-n a Ustreamen keresztül tudjátok nézni, ha felcsatlakoztok. Lehet, hogy egy kicsit lassabb lesz, mert nagyon sokan jönnek föl ilyenkor, hogy repül Jani. A másik nagyon fontos információ, és drága barátaim, ti, akik itt álltok kint, nézzétek meg ezt a férfit, ezt a tökét. Ő nem akarja mondani, nem akar megint a dicsfényetekben fürdőzni. Azt, hogy az a kobra, ami ott áll, 10 után felszáll, ez egyik őtökkel! Azt a mindenit! Állj, ennyire jó vagy! Én fizetem! Ez az elintézted! Írhatjátok a számlát, hadd szóljon! Írjátok a többihez, úgyis ott van Jani, Alfa Jetes repülése, és amiért egy éve könyörög. Na! Hát igen, elérkezett a pillanat. Hol van Tamás, milyen ott ez? Van? Tamás a gépnél van. Tamás a pilótánk, aki az előbb ugye az ország főnökét megreptette, igen. És úgy érezte, hogy hát, ha neki még dolga van azzal a repülőgéppel. Ugye minden munkahelynek van egy főnöke, ugye Feri? Így van, ugye? Kinek jobb, kinek rosszabb jut. Kinek jobb, kinek rosszabb. Ilyen. Hát ilyet igen. Az amit kap az ember, ugye azt szereti, avagy nem szereti. Bizonyán. Nem tud vele mit csinálni, gyerekek. Ilyen könyörtelen az élet. Nekünk is van egy főnökünk, ugye van, Feri? Van, azért mondtam, hogy ki mit kap, szereti, vagy nem szereti. Hát így állunk ezzel körülbelül. Válogattunk, gyerekek, keresgéltünk az országban. Nyissuk meg a kordont egy pillanatra, céljaink vannak arrafelé. Istenem. Hosszú ideig gondolkoztunk. Nagyon sokat szerveztük, és Tamás azt mondta, srácok, ha szeretnétek, van még egy repülés ebben. Így is. Felmegyek még egyszer, ha gondoljátok. De, hogy mindig az van, hogy az első bemelegítés után oda tudunk még durvítani a repülésnek. Így van, és sokkal durvábban tud menni, meleg a motor, eltakarították az olajfoltot. Nekünk is van egy főnökünk, miért ne repüljön ő is, nem Feri? Hogyan lehetne megköszönni azokat a csodálatos éveket, amiket együtt töltöttünk? Hogyan lehetnénk igazán hálásak azért a sok évért, azért a sok jóért, amit kaptunk? Ha nem úgy, hogy fölültetjük a mi főnökünket is ugyanarra a repülőre, amivel egyébként az előbb az ország főnöke Gergő mond, Istenem. És azt mondjuk, repülj vele Tamás, repülj, sokáig ne is gyere le. Tudod, hogy adásban mindig csak jókat mondtunk róla, tudod, hogy egy ország imád téged, Titus, tudod, hogy bármikor, amikor szóba kerültél, csak a szuper latibuszok röpködtek. Most te fogsz. Szemétládák. Titus, arra kérlek, hogy így ebben a pillanatban nem induljunk megyünk vécére, meg. Nem iszunk semmit, elindulunk a műrepülő bajnokunk felé, utat kérünk a tömegbe. Engedjétek ezt a drága férfit, tényleg megérdemli. Hiszen ha megreptetjük a főnökünket, a saját főnökünket is megreptetjük, hadd menjen, hadd repüljön jó ember. Hussan csak, mosolyog, integess a barátaidnak, akik itt mind érted szurkolnak, akik tudják, hogy te egy tökéletes főnök vagy, tudják, hogy megérdemled. Így van. Miért ne ültesse fel azt az embert, akit szeret, és miért ne ültesse föl Titus tagépre. Gyere, így nyílik ez az ajtó. Van, nézd csak, itt a géped, hát nem gyönyörű. Van. Titus, ami programigazgatónk, ha valaki nem tudná, reptessük meg főnökünket, második fejezetéhez érkeztünk. Titus, ha valami van a zsebedben, azt vedd ki. Foglalj helyet, légy szíves, ugyanabban a pozícióban, amiben az előbb Gergő. Igen, kicsit nagyképű a szemüveg, nem kell az neked most. Az a helyzet, hogy a Balázs igazából nagyon nagy arcú, nem bírt beülni az Alfa Jetbe, ezért berakott engem ide. Ja Isten, ennyire ne támadj, ne támadj! Nincs a kiválságlista. Remegő hanga, remeg zenék, kicsit pulzus. Kicsit úgy érzem, Titus, hogy remeg a hang. Konkrétan beszartam, de... Légy a vendégünk egy ajándékrepülésre. Mit kérünk tőle? Gyerekek, hol vannak a kollektíva többi tagjai? Kapcsi, gyertek, bármit lehet, fizetésemelés kapcsi. Szeretnél? Megkapod. Jó, megvan! Kapcsi, köszönjük, ott megvan. Egy fizetésemelés. Feri a szélszőről, szeretnél fizetésemelést? Persze, hogy szeretnél, megkapod te is a fizetésemelést. Adjad csak ide. Jaj, van egy céges autónk, bankkártyánk és telefonunk is. Akar menni valaki egy kört a főnök verdájával? Igen, köszönjük. Anita, csapatépítő tréning valahol külföldön, a Class FM együtt menjünk? Persze, hogy menjünk. Egy jó, hetes tengerparti, hát hadd szóljon! Titusra ebben a pillanatban fölrakják, hát kicsit fölöslegesen a ejtőernyőt, ugye? Nem kell az neked, hagyjad csak. Milyen repülésre számítunk? 1-5-ig? 7-es? 9. Jaj, de jó, erről van szó! Ezt akartuk hallani! Titus ebben a pillanatban... Jöttetek reggel óta, nem? Finoman ezen dolgozunk nem reggel mondod, óta. Nem mondod, hogy nem vagy boldog. De nagyon látszik rajta. Igen, marára. Nem annyira természetesen a mosolyog, Titus. Van valami baj?
Tudod, hogy mindig kicsit merev vagyok, most meg igazából nagyon merev vagyok, de nem probléma, Balázs. A legátlagosabb hétköznapi barccal áldogált el az üvegstúdió mellett, és amikor nyitottuk az ajtót és elindultunk feléd, valamit kezdtél kapizsgálni, hogy valami nem stimmel. Az a baj, hogy itt van egy Dorombi Zoli nevű úriember, aki, ha leszállunk utána, majd nagyon kell beszélgetni, mert mondtam, hogy érzek valamit a levegőben, ott semmi nem lesz, nyugodj meg, minden rendben lesz. Mindenképp idejön. Reggeliztél, ettél-e valamit, mi volt reggel a menü? Nem tudom, hogy... Persze, hogy ettem, persze. Szendvicseket, igen, te csináltad, Balázs. Reméljük, olyat tettél, ami kifelé is édes, úgyhogy Titusz, ülj be, légy szíves, akkor. Hajrá, figyelj, egy élmény lesz, semmi gond, igen, egy férfi fenék fogad, hát ki mit érdemel, tudod? Az első ülés a tiéd, Titusz, nagyon jó repülést kívánunk. Közben a kollégáknak mondjuk, hogy még nyugodtan lehet sorolni, ha valamit szeretnétek. Figyelj csak, te nem unod ezeket az értekezleteket szerdánként? Titusz, mi lenne, ha elhagynánk a szerdai értekezleteket? Nem. Júj, most még kemény. 12-es repülés neki, 13-as repülés neki. Jó, csak mondom egyébként, hogy a Klassz FM összes dolgozója felment az üvegstúdió tetejére. Ennyi kárörvendő, nevető arcot, de veletek vagyunk, mi is nagyon örülünk ám. Szörnyűek vagytok tényleg. Szörnyű. Hát ezt, mi nem csatlakozunk. Mi is csak azt úgy csinálunk, mint együtt éreznék, rohadtul nem érzünk együtt. Olyat fog kapni, hogy minden megígér. Ha van kívánság, még itt a telefonom, küldjétek SMS-be. Jó, látom és megígértetem. A Titusé viszont már rezget, valaki jó utat kíván szerintem. Titusz, a rádió főnöke ebben a pillanatban pedig beül a repülőbe, Tamás bevetődik mögé, és aztán mennek és repülnek egy jó ízűt, ami üljél nyilván nyugodtan, hazugság. Állva senki nem repül. Álva senki nem repül, üljél le. Fölolvasom az érkező SMS-eket, Titusz. Szerintem szeretteid írnak, hogy kár volt, érted? Üzensz-e valamit a dolgozóknak, nézd, ott nézd, hogy aggódnak, érted? Nézd, ott állnak fönt az üvegstúdiónál, nézd. Kicsit remeg a lábam, az jelez valamit? Az nagyon jelez, igen. Sokkal jobban fog remegni, majd ha lejöttök, Titusz. Én repültem a besenyével, tudom milyen, nem jó. De jó, hát hogy ne lenne? Nagyon, Péter egy angyal, de engem egy kicsit megreptetett a nagyszám miatt, az nem is baj. Mit látsz rajta, Tamás? Hát az a baj, ez mindig az első bukfenc után veszük észre, hogy mit látok rajta. Jó. Előre nehéz megjósolni. Figyelj, én annyit kérek tőled, hogy nyugodtan. Jó? Nagyon nyugodt leszek. Nem úgy, netten nyugodtan. Adjál neki. Nekünk jó? Ez most semmi nem drága. Semmi. Tehát még be tudunk szállni a közüzemanyag költségbe is, ha kell. Rádobunk, összeadjuk, bármit csinálunk. Megtesszük. Kapjon. Jó? Jó. Egyébként a tegnapi értekezleten nagyon csúnyákat mondott rólad. A csávó, na mindegy, hagyjad. Igen. Igen, azt mondta, hogy ez a Tamás hát nem is gyerekek, tud annyira. Annyira burkát, mindegy, a múltkor láttam egy ilyen bemutatóját, de nem akarom savazni tényleg jó. A főnökömet, hiszen mi szeretjük, hát azért így kapja van. Ezt a repülést. Gyorsan játszunk egy hármasugrás közben, pedig azért az első egy méterét Titusnak azért leközvetítjük, ha addig el tudnak indulni. Jó, itt van a játékos közben, Titus, a mi főnökünket Gergő után kötik a gépbe, mi pedig addig hármasugrás játszunk gyorsan már is. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Zoli, hello, jó reggel! Jó reggel! Szemetek vagyunk, hogy ilyet csinálunk a főnökünkkel? Nem. Teljesen jogos. Ugye? Persze. Mindenki beütetné a saját főnökét, persze. Vezérem, főnököm, minden rendben? Minden rendben, nagy uram, szőröm. Jó. Biztos hozzák? Vagy a másik reptérre rakják egyből? Figyelj, hát ezzel még elgondolkozunk, ez egy jó alternatíva, valahol lerakjuk. Hát kint, fönt. Fönt, igen. Azért kapott egy eljött. Igen. Na figyelj, dedikált ajándékcsomag, jó? Amit itt a helyszínen átadunk. Szokott menni a hármas ugrás? Hát, is. Kérdezném én ilyenkor drága Jánosunkat, hogy milyenek a kérdések, de ahogy hallom a fülemben, mert megy a forgalmazás, most szállt le a helikopterrel, és már a géruhát erőltetik rá, vagy mesztelenre vetköztetik éppen, és testüregmotozást tartanak, hogy nem akar-e fölvinni valamit, úgyhogy nem lesz. Már a beszéd neki nem megy. Már a beszéd nem annyira megy neki, igen. Na, mehetünk? Igen. Így szól az első kérdés dedikált nyakbaakasztóért. Melyik világhírű magyar találmány lett idén 40 éves? A Rubik kocka. Jó vagy. Nagyon jó vagy. Minden oké, Titusz, jól vagy? Jól van, oké, élvezd. Vezérem, császárom, csak nyugi. Mindjárt mentek. Nyugi, szörnyű lesz. Jöhetünk tovább? Igen. Így szól a második kérdés dedikált egéralátétért. Ott közben gépek jönnek, nézd, Feri? Ja, Istenem, még hozzá kettő párhuzamosan. Így van. Oda nézzetek. Ez a nagy gép. Oh, szevasztok, hallgatóink! Gyerekek, de gyönyörű! Elmondjuk azoknak, akik nem látják ezt a gépet, egy gyönyörűre fölpolírozott, alumínium színű, de csillogó-villogó nagy kétmotoros bombázó húzott el. Ez a B-25. B-25-ös, így van a hallgatóinkkal, ebben a pillanatban elhúzni látszott. Most mennek vissza, Ja, ezt mondta, akkor az más. Oké, mehetünk tovább? Nem. Utolsó kérdésnél vagyunk? Nem, a másodiknál. Melyik hazai város látványossága Európa legnagyobb madár szobra? Melyik hazai város látványossága? Tatabánya. Így van. Tatúr. Persze.
szemes szórakozat, ez nem kérdés. Titusz, mosolyogsz vagy bicsorogsz? Ja, bicsorogsz. Jó. Semmi, húzzátok rá rendesen, nem kell neki levegő. Csak nyugodtan csinálja. Kérdeztétek, hogy elvette előtte vagy? Nem tudta, szegény reggelizett. És ő mindig bőségesen reggelizik. Nagyon jó. Igen, és látványos lesz. Fél grill csirke, 6 francia krémes, 2 liter kóla és 1 kiló kenyér. Azután is látni fogjuk. De a desszert még 15 tojásból rántotta a végén, tehát minden lesz. Jó, jó. Mehetünk tovább? Igen. Harmadik kérdés dedikált óráért így szor. Melyik kifejezés? Ne nézd a kártyámat. Milyen az kifejezés? Nem a válasz is. Igen. Tényleg? Milyen kifejezés használnak a cselgáncsban, ha az egyik versenyző teljes értékű győzelmet arat a másik felett? Ipon. Hát minden túl. A tömeg tapsol és sikít, hogy milyen jó a játékosunk. Várjál, megyek. Odaér a Feri. Most sikít. Nagyon jó. Kemény okay. Volt. Dedikált ajándékcsomag megvan. Jó? Rendben. Köszönöm. Ügyes voltál, köszönjük szépen. Közben egy újabb repülő érkezik a budaörsi reptér felé, Titus pedig elengedjük, hadd repüljön. Várjál, cukika, nehogy mert belefolyjon az izzadság a kis arcodba. Mondjuk orrot fújtam előtte vele, de az téged ne zavarjon. Mehettek. Titus, imádunk, szeretünk. Hát ez mind, nem? Ja, dehogy nem. Kívánságlistával nem készültünk. Vigyázz magadra, élvezd a repülést. Vigyázz magadra. Gondolj ránk szeretettel! Tudod, hogy te vagy a legjobb, tudod, hogy téged imádunk. Ha bármi történik, hamar pótolunk. Szevasz, Titus! Jelentkező, van, majd kiválasztjuk. Ja, gyerekek, hát akkor Jánosunk már ott van a tököli repülőtéren, várja, hogy felszálljon az Alpha Jet. Az Alpha Jet az körülbelül egy perc alatt van itt egyébként felszállás után, úgyhogy még az Alpha Jet ideérése előtt bele kell, hogy férjen a mutatvány, ami szeretett, gyönyörű, csodálatos főnökünkkel. Szia, Titus, jövünk a hírek után Jani repülésével. Ti itt élvezzétek, hogy hogy repül a mi főnökünk, higgyétek, jó lesz, mi pedig jövünk a hírek után. 9:13, jó reggelt kívánunk, drága hallgatók országszerte, és itt a budaörsi reptéren, ahol rengetegen vagyunk, az üvegstúdió előtt állnak, a kordonok előtt, és az elmúlt 10 percben mindenki nyakmerevedést kapott, és hát egyöntetűen ugye itt néhány száz vagy akár ezer ember kaján mosolyal az arcán titulálta, hogy milyen jó, amikor egy főnök repül, ugye? Milyen nagy lelkűek vagyunk. De azon gondolkodom, gyerekek, hogy mennyire jó fejek vagyunk. Komolyan nem? Mondom, hogy ilyen ajándék, érted, beülhet, repülhet. Hát Tamás, amit csinált vele, azt embernek nem kívánom. Szóval nem tudom, hogy ő most milyen állapotban száll le a gépről, jelen pillanatban landolnak itt a budaörsi reptéren, ugye Titus, ami programigazgatónk. De én azt gondolom, hogy Tamás nem szórakozik. Tehát ha megkérjük, hogy legyen durva a repülés, akkor az lesz. Ki 9-et kértünk, meg volt a 11. Igen. Ugye körülbelül még 2-vel túl is tolta. Hát amit az ország főnöke kapott, ahhoz képest a Titus egy duplát, de mondjuk ő igen, meg is érdemli. Igen. Már hogy a szeretet miatt. Igen, le a kalapa. Látjátok, most száll ki, jön vagy hozzák. Mit látunk? Milyen az arca? Ja, most gurulnak be ebben a pillanatban. Hát a szélvédőn nem látok át, mert az már egy picit maszatos. Értjük, hogy mi történt. És szét is kente. Igen. Drága ember, hát most így szeresse ilyen? Az ember a főnökét, akkor nem? Mi van, ha élvezte? Hát ez szerintem nincs ember, aki élvezi, Feri. Tehát laikusként egy ilyen, mert egy sétarepülést élvezel. De amikor így megforgatnak, ahhoz született pilótának kell lenni, hogy ezt élvezd. Itt azért nagyon kapaszkodsz. Tehát itt pozitív gér, negatív gér, zuhanó repülés, szabad esés. Itt minden van. Te nem nagyon tudod, hogy hol vagy. Istenem, de szeretem a szívünket. Komolyan, tényleg csak a szeretet belőle, érted. Éjjel-nappal az egyik a főnöknek, a másik a Janinak. Na, mi pedig ugye nem sokára hívjuk Tökölt, mert hogy amit drága Janink, ha nem álltak meg egyetlen egy bankautomatánál se, akkor már ugye landol, sőt, mi több olyannyira landol, hogy szerintem már ebben a pillanatban teszik rá a ruhát, előtte gyorsan egy-két SMS, aztán kapcsoljuk Janit, mert hogy ő repül ugye 9 óra után az Alpha Jettel. Most olvasom az álláshirdetést a szervező kolléga pozíciójára, így a Fecsa. Hallgatlak benneteket, nagyon jó a műsor, izgulok mindenki helyett, mint ha ott lennék, de sajna nem lehetek, hajrá, Klassz FM. Közben egy helikopter csak így finoman átrepült. Nézd? Nem is olyan finoman, igen, hanem egészen kemény. Na, ez körülbelül azt csinálja, amit velem tavaly. Jézusom, odanéz. De te ilyenkor már nagyon káromkodtál tavaly. Hát én ilyenkor sivítottam, mint a vágnivaló disznó, de hát ez nekem a véremben van, úgyhogy igen, ott egy-két dolog esett a számon. Hát srácok, annyi autó jön velem szembe, mindannyian röhögnek. Mindenki titeket hallgat, csak itt tovább írja Kristó. 9:30 után érnék oda, érdemes, kérdező Zoli. Abszolút érdemes. Besenyei Péter 10 órakor ad egy kis ízelítőt, hogy repülő. Gyönyörű látvány egyébként. Még sorsolunk vele majd egy álomrepülést egy későbbi időpontra. Folyamatosan lehet ajándékcsomagokért kereket cserélni, kipróbálni a kerékcsere
Ford autót, ugye, ami nem egy Forma 1-es autó, de ahhoz hasonlít. Meg lehet nézni itt a gépeket, ki lehet hozni a gyerekeket. Egész nap itt állnak ezek a gépek, úgyhogy abszolút érdemes kijönni. És még van két sorsolásunk, nem? A holnapi nagyfutam kettőre, ugye? A Talmácsis élmény motorozás. Így van, a Morbi már föltette a kérdést, azt a hostesztályok szerintem kisorsolták, tehát a Bessenyei repülés, ami nem holnap van, hanem egy később időpontban, illetve a Talma élményautózás. Így van, meg itt a helyszínen, ne felejtjük el, hogy az a gyönyörű lapos gépjármű itt velünk szemben, ez a Kobra helikopter, ez egy ilyen harci helikopter, mondanám én, Jani nyilván már fogná a fejét, de neki most más dolga van, azzal is megy majd egy hallgatónk. Igen, szóval tényleg érdemes még kijönni. Gratulálunk, srácok, a céget most tettétek tönkre, de hogy tettük. Isten, most kaptunk fizetésemet. Most indulunk meg fölfelé. Na, mi pedig akkor kapcsoljuk tököl, drága hallgatók, ahol ha minden igaz, akkor a mi száguldó riporterünk Szani Roland már ott van és közvetít, hogy hogy van a mi drága Jánosunk, mi van vele, mi történik. Hello Roli, mi újság, tökölöm. Itt vagy, Roli? Hát valami van, vagy Jani, vagy Jani, vagy Roli. Roli, emeld a száthoz a telefont, akkor lehet belebeszélni. Itt vagy, Roli? Figyeljetek, gyönyörű kapcsolat van tököllel, csak elfelejtett beszélni. Vagy a Roli, de most nem a Roli fog repülni, hanem a Jani. Lehet, hogy ez már a Janinak a belső gépes vonala? Nem, ez nem. A telefonvonal kéne, hogy legyen. Hány éves a Szani Roland? Lassan 40. Hát igen, de sose volt komoly, tudod. Szerintem tegnap is ívott. Bocs, Roli. Valaki tanítsa meg, hogy kell egy mobiltelefont használni. Roli, hallottok-e minket? Halló? Halló, Rolika! Jézusom, gyerekek, ez nagyon okos húzás volt, hogy őt küldtük. Lehet, hogy ő valahol részegen feltreng a Dunaparton? Én láttam ma reggel már a tököli reptéren, mondjuk nem volt bizonytalan a járása nagyon. Ez azt jelenti mindig, hogy túlitta magát. De már mintha adásba lett volna az előbb egyébként. Jó, próbáljuk Rolit elérni. Nyugi, Jani, veled vagyunk. Egy gép sem maradt fönn a levegőben, írja nekünk Erika. Fiúk, a Jani nem lehet, hogy megállt valahol szuperpontokat gyűjteni? Kérdezi valaki. Titusz, gyere gyorsan! Jaj, gyere, cuki fiú, hát megérdeme. Ugye, hogy jó volt. Hello, csak egy mondat, amíg Rolit előkerítjük, mert közben az Alphajet nem sokára felszáll. Foglalkozunk az adással, kérem, jó? Nem ilyen kíváncsi rám, senki sem. Le a kalappal. Zseniális le volt. 8 game is volt, képzeljétek el. Ja, és repültem is. Figyelj, le a kalappal, hősé váltál, ahogy bírta. Tényleg, király volt? Király, nagyon jó volt. Na, ezért én, mi volt tavaly, amikor én ilyet mondtam, szőnyek szélen. Nagy gyere be hozzám jövő héten. Na, hívjuk Szani Rolandot, köszítítősz, hívjuk Szani Rolandot. Itt vagy, Roli? Itt vagyok, hello, hallatok? Hello. Na, mi van már, az előbb kerestünk, még mi, budin voltál, vagy mit csináltál? Szerintem tönkrement az átjátszó, itt a repülőtéren nincs lefedettség. Aha. Ez a hatalmas gép, ami itt van előttem, gondolom lefogta az egészet. Na, a helyzet a következő, elindult a show-m, Jani már bent ül ebben a bizonyos vadászgépben, és hát olyan szépen áll a fején ez a bizonyos hatalmas sityak. Jani, köszönj még nekik utoljára, kérlek. Srácok, sziasztok, most egyértelműen nem hallok veleteket, de nyilván hallottak engem. Sok mindent tudok elmondani most is már a gépről, egyszerűen csodálatos a látvány, most már bennülök, bevelük ki az, hogy gyakorlatilag nem tudom egyből kezelni ezeket a biztonsági öveket, amik ide szögeztek az ülésre, úgyhogy biztos, hogy nem tudok menekülni. Picit vészjósló, hogy a pilótát Filipnek hívják, és én egyetlen Filipet ismerek, és őt elég sokat szinkeltem az utóbbi időben, ez nem jó előjel. Igen. Úgyhogy, de bent ülök, és amúgy... Két katonai gép is áll mellettünk jelenleg a betonon, itt van már természetesen a B-25-ös is, és egy Corsair is, egy kisebb egymotoros, vagy szintén második világháborús repülőgép. Nagyon-nagyon durva. Filipről még annyit kell tudni, hogy ő katonai repülő volt, korábban az osztrák légierőnél szolgált, úgyhogy igazi profiról van szó. Igaz, most kezdte gyakorlatilag újra a repülést a múlt héten, mert voltak némi problémája az alkohollal, és emiatt 3 éven keresztül elvonom volt. Igen, és általában az első repülése. A telefont a Rolinak, és akkor vele még tudtok egy picit szerintem csevegni. Jó, oké, Big Boss, itt havercsótány, kiszállok. Be van csokizó, mint az állat. Nagyon na haló, na itt vagyok. Filip, where is Filip? Showtime! Oké. Akkor én kiadtam a parancsot, úgyhogy innentől kezdve Roli, akkor... az angolod annyira durvá jó, hogy ezt ember nem tudta volna elmondani. Filip, showtime. Figyelj, megy neki a középfoknak, komolyan mondom. Egy ilyen, ott a helyet, Rigó utca sehol nincs. Filip, showtime, óriási. Mit látál a Jani arcán, Roli? Milyen izgul? Mert én a hangján azt hallom, hogy nem volt túl jól. Folyamatosan beszél, sokat beszél, ez nála már egy állapot. Szerintem ez azt jelenti, hogy izgul, ki üre megpróbálja nem mutatni, ugyanis mikor megérkezett a helikopterrel, akkor azt mondta, hogy nagyon jól vagyok, nagyon jól érzem magam. Most, hogy ránéztem erre a gépre, még inkább megnyugodtam, mert a másiktól, amit ott látott nálatok a budaörsi repülőtéren, azt mondta, hogy attól félt volna. Ez viszont hát
kérdezőben úgy néz ki, mintha egy halacska lenne, egy igazi kis Nessi. Ebbe ül benne most a Jani. Rázárták, kérlek szépen, az utaskabinnak a tetejét, már dörömből, hogy kimásznak. Beszállt a Filip, ő is szépen beheverderezi magát. Az nagyon jó. Tehát egy létrán állsz, úgy tudtál beszélni Janival? Vagy te föladtad neki a telefont? Vagy, föladtam neki a telefont, tehát azért annyira nem magas ez. Itt állok most éppen mellette, még nem indították el a motorokat, úgyhogy kb. Nekem fejmagasságban van Janinak a válla. Roli, ne a végén álljál a gépnek, mikor indul. Nagyon kérlek. Figyelj, Roli, tudunk-e valamit a repülésről? Beszéltél a Filippel, hogy áthúzít egyszer-kétszer, de nyilván azért egy ilyen repülésnél 900-al már egy sima balkanyar is nagyon egyszerűnek néz ki, de ha bent ülsz egész más, hogy mit fog csinálni, hányszor repül át, mi vár a Janira? Tudunk valamit? Ez komolyan. Igen, kérdez, volt egy... Beszéltél a Filippel, amikor azt beszél... Filip, showtime! Csak annyit mondtam neki egész idő alatt, hogy csótány. Vagy valami ilyesmi. Na, a lényeg az, hogy megbeszéltük, és volt egy kisebb vita belőle, azt mondta a Filip, hogy igazából ő azt csinálja, amit a Jani mond neki. Jani meg azt mondta, hogy figyelj, azért ne vigyük nagyon túlzásba, mert nem szeretném összehányni magam, ezt is megkérdeztem. Azt mondta a Filip, hogy figyelj, nyugodtan hányhat, csak utána takarítsa ki. De nincs jobb, amikor az ember ezt hallja egy Alfa Jet pilótától, hogy nyugodtan. Jó, felszállás közeli a dolog, vagy mi történik? Add ki a jelet egyébként, induljanak, ha ti megvagytok, akkor mi már megyünk veletek. A Filip éppen köti be magát, még a karabinereket rögzíti, még sisak nincs a fején, még nem indult el a gép, itt állunk éppen mellette, még ráhúzza, jó. Egyébként az átlag sebesség, az utazó sebessége a gépnek 300 km per óra, de képes 1000 km-t is megtenni óránként. A... 6 plusz G, ami a Janit most érni fogja. Ennyit tudok még. Mennyi plusz 6 G? 6 plusz G. Várj, akkor van rajta G ruha? Föladták rá ezt a szorítós ruhát? Ez valami új divatmárka? Nem igen, tudom, igen, megszorítja ott alul, és neked jó lesz. Ezt hívják G ruhának. Ez itt a vért bent tartja a fejedben, nem engedi, hogy kimenjen belőle, meg a lábadba, és ugye ettől nem álljul szeletől a G ruhától. Adtak bármit a Janira, vagy... Nem, semmi. Csak az ő kis utcai ruhája van rajta, és természetesen a sisak. Elmagyarázták neki, hogyha beszélni akar veletek, mert hogy nyilván fog, akkor meg kell majd nyomnia azt a gombot, ami ott van neki valahol a műszerfalon. A pilóta pedig azt mondta, hogy nyugi, ne félj, ha látom, hogy rosszul vagy, akkor egy kicsit lassítunk, mert úgyis látlak téged a visszapillantó tükörben. Mi ez, egy autó, vagy valahogy a visszapillantó tükör? Mi az visszapillantó tükör? Nem kívül, Balázs, nem ki belül. Ja, belül raktak egy visszapillantó tükröt. Jó, oké, na mi történt? Úgyhogy ennyi. Filipet kicsit több ideig közül, mint a Jani, ez nem tudom, hogy jót jelent-e, vagy rosszat. Oké. Nem, vigyázz. Go. Oké, go. Go. Mondd a showtime-ot, mondd a showtime-ot. Showtime, szeretnétek még egyszer? De óriási, de hagyd a középfogot, felső fog, de megvagyunk, Rolikám. Jó, gyere egy kicsit arrébb, jó, és igen. Szóljál akkor, ha beindítják. Itt van egy ilyen melegedési idő, vagy az Alfa Jetet beindítják, kigurul és repül, vagy mi, hogy van ez? Hát, ez jó kérdés. Na, mondjuk ezt pont nem kérdeztem meg, leállításnál azért egy kicsit még okoskodott vele, még feltörgette a motorokat. Na most mindenki hátrébb áll, fölvette a maszkot a pilóta, most zárja be a kabinnak a tetejét, kérlek szépen. Igen, azt még ott átkapcsolja, igen, jó, rögzíti, teljesen ráhúzza, és akkor gyerünk. Kiadtam neki az utasítást, hogy mindenképpen térjen át a budaörsi frekvenciára. Nagyon helyes. Na, akkor eljött mindenki a géptől, úgyhogy most már megfelelő távolságban vagyunk, innentől kezdve mindjárt indulnak a motorok, úgyhogy onnantól kezdve szerintem semmit nem fogunk hallani egymásból, mert amikor megérkezett a gép, szimplán csak begurult, már akkor is olyan hangja volt. Na, ezt halljátok már? Most indul. Abszolút igen. Most indul, de az se rossz. Abszolút hallunk, csak baj. Mondom, hogy közben Ustreamen egyébként lehet minket nézni a Facebook oldalon és a morningshow.hu-n. Ha klikkeltek ránk, akkor ott van Ustreamen, próbáljuk adni nyilván lefedettségtől függően, hogy és hogy most indulnak be a motorok. Szerintem ezt már biztosan halljátok. Hajtóművek, Roli, hajtóművek. Nem mondunk motort, Roli. Ennyit értek a repüléshez, jó? Tehát, hogyha Prágáig utazom, nekem akkor is be kell rúgni, mert nem bírom a repülést. Igen, most indul a motor. Igen, hidegindítással szivatóval, Roli. És higgyétek el, hogy ezek a legrosszabb pillanatok. Miért ez nem úgy indul? Tehát nem az elején kell megkurblizni? Kicsit megtekered, mert ha nagyon nem indul, hátulról told meg, és akkor ott rád jön az a kis nyaláb, nyugodtan. Állj mögé. Figyelj, legfeljebb grilleznék ott mögött, ahol kijön belőle az a forró levegő, de még az sem nagyon, mert elég a virslé egy fél másodperc alatt. Szúrjál a nyársra valamit, ami ott van a kezed ügyében, egy kis hagyma a krumpli mögé teszed meg is vagy egyébként. Persze, egy repülőtér arról híres, hogy pont ilyeneket szerveztenek itt. Tökéletes. Egyébként az a bizalomgerjesztő, hogy nem messze mellettünk egy töltőállomás van, sok-sok kerozinnal. Figyelj, mi van a birkákkal? Birkák vannak egyébként, az imént, amikor itt voltál, azt mondtad, hogy láttad őket, innen mi nem látjuk. Na, megmozdultak a légterelők hátul, gondolom ellenőrzés van, elkezdett villogni a szárnynak a végén a kis töltlámpa ezen az oldalon egyébként. A gépnek jelen pillanatban, hogyha repülés felé állok, akkor a jobb oldalán hagyok, és akkor egyre hangosabb, szerintem azt már is halljátok. A Filip nagyon nézi a műszerfalat, a Janinak egyre sápadtabb az arca, próbál mutatja a hüvelykujját fölfelé, integet.
Édesem, szépen. Csak a Filip koptatja is a műszer. Most már nem hallok benneteket, az igaz. Nem, nem hallasz minket, nem baj. Hát Filip szerintem ugyanolyan hidegvérrel viselkedik, mint az M1-ben. Filip egy mosolyog, tehát hogy ő nem veszi olyan komolyan, mint a Jani. Ja, Janinak az arcát egyébként folyamatosan veszik egy ilyen kisebb kamerával, amit felszerelt a Filip nagy műgonddal az utazókülkében, mert hogy Jani ül hátul a Filip elől. Nem tudom, hogy ezt tudjátok-e, vagy csak én vagyok ilyen amatőr, nem tudtam. Nem, lesz kisfilm majd, mondjuk, hogy hol érhető, két nap alatt gyorsan megvágjuk, lesz erről az egész repülőnapról egy nagyon kis kisfilm. Most már hajtom, mivel eléggé bemelegszenek, úgyhogy mindjárt indul. Még áll. Még áll. Nagyon éles hívító, nem szokott jól jelenteni. Nem, nagyon izgul. Budapest mellett, tökölöm vagy repülőtér. Janinak mosolyt látok az arcán, a gép sötétkék, fordó, három kereke van. Két szárnya viszintesen, egy fölfeléje már a farkán, itt szerintem már nem hallottuk, vagy hogyha igen, kiabálja, még jobban. Hallunk, Rani, hallunk, mondjad, közvetíts, abszolút hallunk, nagyon jó. Jó, a jelenteget, légkondicionáló nincsen a fülkében, azt mondta a Filip, és minipár sem. Éppen ezért Jani felvitte magával a kis ásványvizét. Az mekkora ötlet volt. A Filip direkt megkérde, hogy ha lehet, akkor úgy közben ne fogyasz belőle, mert nem biztos, hogy mindig fejjel fölfelé leszünk. Fölvitte az ásványvizet. Filip a repülőgép hátulján két újabb légszerelő, ami most vissza is záródott. Szerintem most már mindent ellenőrzött a Filip, még nyomogat valamit a műszerfalon. A oldalt néznek valamit, lefordult jobb két felé. Hát nem az, hogy leesett a székről, hanem megnézni. Igen, és nem engedem, hogy kivegyék a kezéből. Na, Jani nézeget körbe. Emberek mellettünk. Mindenki nézi, hogy na mi történik már itt. Most már én is kíváncsi vagyok, hogy elindul-e még ma ez a gép, vagy mi lesz már. A gyerek ennyit valat körbe utazom a földet. Gyalog. Na, Roli, na. Döbbenet egyébként, na, hogy az MTV-en milyen sok oldalú, nem? Tehát hol intendáns, hol pilóta, hol műsorvezető, döbbenet ez a Filip milyen sok oldalú, komolyan mondom. Vagy nézegeti, vagy nem tudom, mit csinál az előtte lévő műszerfalon. Semmit, semmit, és ütögeti a műszerfalon, semmit. Ki akarok felni? Könyörök, hogy vegyük ki onnan. A ma fölkerül újra Filip Ágint a pilóta szájára. Jani, nincs maszk? És igazából ennyi történik. Úgy látom, csak Filipet kötik, meg Filipre adnak maszkot. Bár azt mondtátok, hogy ez jó buli lesz. Ez képest, jó, gyerekek, állok, nem kell a kisgyerekre, ne kössétek, mert azt se kell, hagyj repülni. Nem, nem hallok benneteket, nagyon nem hallok benneteket. Nem baj, Roli, ugye ezek a hajtóművek nagyon mennek. Gyerekülésbe tették a Janit, vajon? Igen, induljunk már el, a gyerekeket, ez nem állapot. No, csak mondom, hogy tavaly, amikor a gépszárnyán ültem, ugyanilyen kajámosolyal, végig sírva csapkodtátok a térdeteket. Egyáltalán. Egy viszonylag kis repülőgépről van szó, aminek hatalmas a tudománya, de hát ennyi mindent mit kell ezen ellenőrizni játszottam. És elindult, megtette az első 2 centit, 10 centit. Hát elindult szuper a gép a kifutópálya felé. Nagyon jó. Utolsó intéz, Filip részéről. Jani integet, próbált kitörni a kapszulájából. Egy perc alatt lesz. A gép elindul. Így van, Filip utoljára egyre maga biztosan a kasutéren integetett. Ugye bár. Nagyon és jó. És a dal döntőjében. Amíg úgy még mellette futni, még kb. 20-tal megy. Lesz az gyorsan. A repülőtér hátsó részén álltunk egyébként eddig. Ide jött ki a B52-es, az egy másik, a B25-ös és az Alfa Jet is. Most már hátulról látom. Elindult, rákanyarodik a kifutópályára. Na de most már újra hallasz minket. Figyelj, Roli, igen, eljönnek erre? Nyilván elrepülnek erre, ugye? Tehát lesz egy igen, kis megbeszéltük, áthúzás. Tehát, hogy mindenképpen mennek felétek, és akkor vagy csinál útközben valamit a Filip, ez majd attól függ, hogy mit lát a visszapillantóban, hogy a Jani mennyire bírja. Ha bírja, akkor lesz egy-két bukfenc, dugóhúzó, nem tudom milyen szakszavak vannak ilyenkor, aha, viszont ha nem bírja a Jani, akkor csak szimplán megfordulnak felette. Gyerekek, nem lehet, a főnök repült, kibírta, a Titus repült, kibírta, nem a műsorvezetőnk az, aki cserbe hagyhat minket, tehát ha nem lehet rosszul, tényleg, mindenki drukkolja, ne legyen rosszul. Ahogy megy a gép, száll föl, akkor kiabáljad neki, hogy elvesszük a pontjaidat a kártyádról, ha félsz. Az mindig bejön. Sose kapod vissza a Supershop kártyádat, így van. Na. Nem tudom, hogy ez biztató-e vagy sem, de azért azt még elmondom nektek, hogy mielőtt Jani beszállt ebbe a bizonyos kis fülkébe, azelőtt még felhívta a kedves párját, hogy akkor, hát, de jó, hogy itt vagyok, és úgy örülök neki, hogy akármi, még egy pucit küldök neked. Édesem, hát Ancika, Ancika, szeretlek. Igen. Körülbelül ezt lehetett szerintem vallani. Ustreamen ott vagyunk továbbra is, ugye nem sokára mutatjuk, illetve folyamatosan tudjuk mutatni, hogy mi történik. Amíg ugye tulajdonképpen, mert hogy a Ustream-es telefonos emberünk is ugye tökölön van, tehát a felszállást tudja megmutatni, a drága Lacink. Úgyhogy, hát innentől kezdve szerintem, ha megkapják a felszállási engedélyt, akkor pár perc is elindulnak. Most mit csinálnak, Róli? Állnak a kifutópálya végén?
nem, most eltűntek már, nem látom őket, vizuálisan nem megközelíthető a tárgy, kérlek szépen, ahogy szokták ezt mondani ilyenkor, mert hogy a fák mögött vannak, ugyanis a kifutópálya a fákon túl van, úgyhogy én már csak azt fogom látni, amikor egy olyan 20 méterre a föld fölött vannak. Aha. Jó, tehát magát a rajtot nem látod, ahogy ugyan, elstartol. Ugyan, ezt SMS-t nézünk. Jani, nyugodtan engedd a gatyádba, amit kell, ne foglalkozz vele. Béla papa az ivag, ivekos. A vadont reptessétek már el a budaörsi focipálya felé, mert 60 focista várja. Köszi. Gyerekek, itt állok az RKN, alig várom, hogy erre jöjjön, fogom a gyerek kezét, és izgulok, Janiér, dukkolok nektek. Hajrá, Klassz FM. A másik kezemben puska van. Igen. Kijöttem a munkahelyemről, Budaörsön dolgozom egy hiperben, megpróbálunk feljutni a tetejére. Látni akarjuk, Jani, drukkolunk, gyertek erre. Írja nekünk Csaba. Egyedül vagyok itthon, egyelőre beszorultam, nem tudom kinyitni az erkiajtót, ha kint vagyok, remélem látom. Repüljetek az Erzsébet híd felé, persze, nyilván berepülünk a fővárosba. Ez így megy. Budai alsó rakparton azt látom, hogy mindenki felfelé néz. Jöttök erre? Szerintem belvárosi berepülési engedélyünk nincsen, tehát az egy picit durvább, oda nem tud majd berepülni, aki bent van, az lemarad erről. A belvárosi repülés holnap lesz. Így van, a belvárosi repülés és a nagy repülőnap, illetve nagy autós nap holnap a rakparton. Jani megtankolt az Alfa Jetet a szupercsoportjaiból, bízunk benne, ha nem lezuhannak. Besenyeivel szívesen repülnék ide, Beatrix, itt kell lenni, nem sokára sorsolunk majd valakit, aki megy. Gyerekek, itt állunk kéz a kézben a gyerekkel Farkashegyen, mert ide tudtunk csak kijutni, nem jutottunk át hozzátok, remélem látni fogjuk. Itt is elég sokan vannak, írja nekünk Károly. De jó, az itt van, ugye? Itt van a másik mögött, oldalon, így van. Úgyhogy simán fogjátok látni az Alfa Jetet. Jani arcát nem, de azt majd megnézitek később videón. Igen, Rolikám, mi a helyzet, tökölöm? Kérlek szépen, a helyzet változatlan, csak megjelent egy hang a fülemben. Ez nyilván nem az, amit szeretnéd, tehát hogy nem Naomi Campbell durusol, hanem... Igen, Roli. Parancsolsz felé? Nem én, hanem hogy Campbell ezt mondta a Naomi. És elindul, felszálltak! Olyan meredeken, hogy egy utasszállító ilyet sosem tudna csinálni. Egy olyan jó 45 fokos tökben emelkedik, kérlek szépen, és olyan hangja van, nagyon szép, és egyből egy forduló, és egyből meg volt, most már lefelé jönnek, tehát hogy ennyi. Fölemelkedtek egy 300 méterre, szerintem az kb. Annyi, és már lefelé jöttek, és volt egy teljes fordulat vízszintesen, a vízszintes tengely körül. Biztos, ami biztos megkapta Jani az első lök. Na megpróbáljuk Janit akkor adásba tenni. Jani, hallasz-e minket? Ha igen, akkor mondjál bármit! Hallok benneteket, srácok! Hello! Figyeljetek, végtelenül! Az a jó, hogy egyébként Filip nem sokat vacakolt, rögtön csinált velem az elején az első 200 vagy 300 vagy nem tudom 300 méter után egy fordulót. Nagyon jó, most jöttök ide a budaörsi reptér felé, úgyhogy folyamatosan közvetítsél majd, hogy mit érzel, jó? Beszélj nyugodtan, hallunk! Figyeljetek, igazából eddig semmiféle probléma nincsen, csak az a baj, hogy nem vettem ki az aprót a zsebemből. Tudjátok, mindig fel vagyok rá készül, hogyha hipermarketbe megyünk, hogy a bevásárló kosarakban legyen, és most minden itt mozog körülöttem a fülkébe. Az nagyon király, hallottuk, hogy az ásványvizes palackot is fölvitted, az egy kifejezetten jó döntés volt. Főleg kupak nélkül. Kérdezik, hogy light kólát is, és kibontattam. Jól van, kiválóan hallunk a kapcsolat, nagyon jó, szerintem pillanatokon belül megjelentek itt Budaörsön. Mi azért nem tudod, de beszéltünk Filippel, hogyha nem szürkül a nyakad, akkor azért egy kis fikcsit vigyen bele, úgyhogy nem sokára látunk. Hol vagytok most, mit látsz? Előttem egy település van, nyilván Biatorvágy és környéke leje, lehet, ott van. Megismerem a közeli outletről, oda elég sokat járunk. Figyeljetek, egyébként úgy tűnik, hogy minden nagyon rendben van, bár egy picit vészjósló volt, hogy közvetlenül a repülés előtt Filip néhány popszegeccsel megerősítette a szárnyakat. Most vagy a repülőtér fölött, itt vagy Budaörs fölött? Itt vagy Budaörs fölött, ha integetsz, akkor látjuk, most húzol el pont a reptér fölött. Most integetek, látjátok, hogy integetek? Hogyne! Hogyne látnánk, a mosolyod is olyan szép, mint minden reggel. Kicsit szürkébb vagy, de egyelőre minden rendben, úgy látszik. Mondjad neki, hogy go, Filip, vagy mit kell mondani? Most voltunk rá a repülőtérre egyébként. Most csinálunk egy jobb kanyar, földről látlak benneteket. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki kijött, és... Egyenlítenem kell, mert valamilyen olyan erő kezd el hatni az agyamra, ami eddig még nem. Körülbelül olyasmi lehet, mint az érettségit, ha jól emlékszem. Nagyon jó vagy egyébként, egyelőre még mindig nagyon jól bírod, a jobb kanyart látjuk, most vagytok a reptér másik oldalán, ugyanerre fordultunk tavaly az A2-essel, most fogtok ráfordulni egy újabb jobb kanyarral a reptérre, és kicsit szerintem alacsonyabban fogtok áthúzni. Hogy bírod? Egyelőre még egyébként egész jól. Filip egyébként azt mondta, hogy gyakorlatilag megcsinál vele mindent, amit akarok, és megadta a szobája számát is. Mondjad neki, hogy Filip, showtime! Na most kezdek el
délegyenesbe érni. Most fordulunk rá a repülőtérre. Megint egy kicsit ott leszek a közeletekben. Karnyújtási távolságban. Azért az egyik kezemmel folyamatosan kapaszkodok a biztonság kedvéért. Már ennyi hevedert, meg gurt, mint még akkor se láttam, amikor töltöztető voltam. Sunny Roland angolosságával push harder, Fili, push harder! Hoppá, most történik valami, mindjárt befosom! Nagyon kemény! Gyerekek, teljesen oldalra fordított a Filip a gépet, és megy körbe-körbe a budaörsi reptér fölött. Nagyon-nagyon masszív az egész, és nagyon stabil, tehát igazából annyira nem rettegek, csak picit olyan, mint hogy a szervek a jobb oldalamra át akarnak csúszni a bal oldalamra. Tehát, hogyha valaki most például ebben a pillanatban tökön akarna rúgni, annak nem sikerülne, mert azok már fönn vannak a gyomromban. Figyelj, nagyon szép, nagyon barátságos veled egyébként, Filip. Nyilván ez fönt azért ilyen 8-900-al nem így tűnik, folyamatosan jobbra fordultok, tehát azért az kell az bírni, de lentről egyébként egészen baráti a dolog, nagyon szeretnek téged. Nem, azért fordul mindig jobb oldalra, mert beszorult az egyik csűrőlap. Mász ki a szárnyára, próbáld megcsinálni. Még egyszer. Mász ki a szárnyára, csak annyit mondtam, próbáld megcsinálni. Most jöttök el egyébként újra felénk egy szolidabb kis jobb forduló keresztül. Bírod még, jól vagy? Elég jól, csak most meg a bal szemem akar átmenni a jobb szemüregbe. Igen, egy nagyon durva jobb fordulóval megy szegény Jánosunk, és folyamatosan a reptér fölött köröznek jobbra-jobbra. Urán érzem magam. Na most figyelj, ez az! Itt jössz a reptér fölött, Integes Jani! Ez a nem finom. Ez a nem finom, Filip fölkapta a gépet egyenesbe, merőlegesen fölfelé. Figyelj, nagyon durva, elfehéredett az ujjam. Valószínűleg így nőjön egy gyulladásom ez a repülés után, mert annyira kapaszkodok itt jobb oldalt. És közben ugye csak úgy tudok beszélni, hogy a botkormányon nyomok egy gombot folyamatosan. Jó, de nem kell betörni a gombot, csak nyomni kell, nyugi. Igen, gyerekek, Járos folyamatosan köröz, le a kalappal, szóval itt azért más, ugye a gyorsabb... Innen látok egy hamburgerest, ahol egyszer romlott salátát kaptam a sajtburgerebe, elereztek egy levegőföldrakítást. Nagyon jól bírja, nem, Feri? Jönnek újra a reptér fölé. Most jön el Jani, ugye a kis Alfa Jettel húz át a budaörsi reptér felett. Látom a lengyel zsuzsi dekoltását. És ebben a pillanatban... Szia, Jani! Jani! Ez az! Jó, igen, jó! Ez az! Feri, ez nem nézett ki jól. Dumál, Jani, beszélj! Igen, nem baj, hogy most nem beszéltem. Semmi baj, veled vagyok, ezt tudom milyen, ez nem annyira jó. Júj, még egy ilyet, adjatok neki, hát hadd élvezze! Szereti! Most úgy lefittyett az alsó ajkam, mint Kassa Pibinek. Nem, annyira nem tud, hidd el. Hogy van... Hogy vagy, Jani, bírod még? Igen, nagyon, nagyon kemény, mert onnan fölle lifteznek a belső szerveim. Nagyon durva erőhatások vannak egy ilyen gépben. Tényleg. Hát figyelj, rossz hírem van, nagyon messzire visznek. Ez azt jelenti, hogy lendületet vesz a csávó és odat pirít. Igen, még egy utolsó kör itt a reptér felett, aztán leteszünk, mert ismerlek már annyira, nem annyira természetes hangot. Most jöttök el a reptér felett, figyelj megint. Figyelj, most úgy tennék, hogy valami olyasmit csinál, amit ő nagyon élvez. Aha. Nagyon jó lesz, itt jössz velünk szembe, ezt nagyon szeretem. Kapaszkodj! Figyelj, valami rosszra készül. Ez nem lesz jó, kapaszkodj! Kap fel! Jani! Itt vagy, Jani! Jani! Elájult. Jani! Az arcon beszélni tudna, de majd az alsón fog helyettem. Jó, na leteszünk szépen lassan, jó, Jani, mert most már tényleg szerintem az is visszajön, amit egy hete ettél, úgyhogy tesztek még egy kört, és akkor repültök vissza tökörre, jól vagy? Köszönöm szépen, meg vagyok. Kezdtem szokni a helyet, most, hogy leszállunk, valószínűleg ezt már nem fog sokkal jobban megszokni. Hát fiú, srácok, rettenetesen durva, óriási élmény, de ugyanakkor iszonyatosan súlyos is. És most jön a neheze, Janikám, úgyhogy kitartás, szevasz! Jó van, vigyázz magadra, János, jó? Tökörről egy BKV-busszal tudsz majd visszajönni, ne haragudj, visszafelé a transfert már nem annyira szerveztük meg, úgyhogy hát jó. Viszont a bérleted itt marad, bocsi. Itt maradt a bérleted. Ó, hogy a büdös francba.
Remélem megtámogat valaki majd egy PKK vonaljegyet. Figyeljetek, látok itt két piros gombot, az van ráírva, hogy mire, mire, megnyomhatom őket. Meg! Nem mered meghúzni, puha vagy, hogy legalább az egyiket meghúz. Most jössz egyébként újra a reptér felett, szerintem ez a búcsúkör, de nagyon tisztességesen bírod. Remélem már nem tartogat semmilyen meglepetést, illetve na jó, persze, egy picit azért kamúzok, mert jól lenne, ha mutatna még valamit, csak az a baj, hogy én ezeket kívülről nem látom, csak azt veszem észre, hogy először a föld vonalatom, aztán az ég, aztán megint az ég, aztán föld, az ég, az ég, az ég, a föld, az ég, a föld, az ég, az ég, figyeljetek! Na úristen, milyen alacsony. Itt száll le! Érzitek azt a gomot? Elég alacsonyan vagytok, és elég lassan lehet, hogy itt fog téged letenni? Nem, szerintem erre nem tud leszállni, oda nézzetek ki. Na jó, már a forgalmazás, halljuk, hát ez egy ilyen búcsú. Ó, oda néz, most még belehúz a végén. Na jól van. Oké, Jani elment, Janinak köszönjük szépen. Vegyétek ki nyugodtan a fülemből, jó? Jani most már, ahogy látom, tökörre megy. Hát egy hős volt. Igazából egészen jól bírta, a streamen lehet folyamatosan nézni. Hozzánk pedig a stúdióban megérkezett Besenyei Péter. Hello Péter, jó reggelt kívánunk neked, hello. 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 Hát, hello. De most már van, abszolút hallunk téged. Hát, hello. Hello. Na mit szólsz, milyen alkalmazottaink vannak? Milyen emberekkel dolgozunk? Nagyon vagányak vagytok. Ide repül, oda repül. A Titus körét láttad? A főnökünket, aki repült, vagy most értél ide néhány perce? Azt én nem láttam, csak rádión keresztül éltem át én is. Hát nem irigyeltem. Ugye? Hogy az nem egy... Mert utasként mindig nehezebb. Aki csináljanak, ugye lényegesen könnyebb, mert tudja, mi következik, tudja, mire kell számítani. Utasnak az én sokkal nehezebb. Ugye ezt te is tudod? Vannak szép emlékeim. Figyelj, én nekem az mindig eszembe jut, ez nekem egy akkora élmény, az szinte feledhetetlen. Bárhol, bármelyik társaságban ez a dolog szóba jön, én mindig azt mondom, hogy gyerekek, ezt egyszer ki kell próbálni. Nem azt, amit a Titus kapott, de mondjuk a Péterrel, mert hihetetlen. Tehát veled repülni, ez egy óriási élmény. Igen, mindig csak úgy beszél róla, hogy egyszer ki kellett próbálni, de soha többé. egyszer jó volt, elég volt. Na, beszéljünk egy kicsit, ha a mai napról ugye 10 órakor itt kicsit bemutatózol nekünk, ha jól tudom, ugye? Edzel egyet. Hát az nekünk nagy látvány, nekünk bemutató, neked egy finom kis edzés. Ilyenkor ugyanazokat a kunsztokat megcsinálod, ami például a holnapi napon, mert ugye az edzés az arról szól, hogy ugyanaz be kell gyakorolni. Tulajdonképpen a repülőgép nem az én gépem, ez egy kölcsöngép. Az én repülőgépem a magyar kis Corvus Racer, az most úton van Kuala Lumpur felé a következő verseny helyszínére, úgyhogy így egy kis kényszer megoldásként egy kölcsöngéppel fogok repülni, és hogy a repülőgéppel valamennyire barátkozzak, most repülök egy bemelegítést magamnak. Meg hát persze, aki itt vannak is, megnézheti. De valójában ez nem egy bemutató lesz, hanem egyfajta bemelegítő repülés, hogy a géppel ismerkedjek. Egy kis ismerkedés. Hát ami neked bemelegítés, ismerkedés, az nekünk nagy öröm és látvány. Holnap ugye pedig van egy repülősó, ugye a délelőtt, délután az autósó, és délelőtt pedig ugye te mész. Így van, 11-kor kezdődik az Erzsébet hídról való felszállással. Terv szerint a budai oldalról szállok fel a pesti irányba, majd ezt követően egy elegáns balfordulóval rögtön bepottyanok a Lánchíd alá, aztán repülök egy olyan 10 perces bemutatót, majd tökör, ide jövök vissza Budaörsre. A szárnyak mellett körülbelül mennyi távolság lesz, azt kiszámoltátok gondolom, tehát mekkora az Erzsébet hídnek a pillérei közötti távolság? Itt igazából ez nem is izgalmas, mert megfelelő. Nem lehet, azért én izgulnék. De nem, azért megfelelő, tehát mindig az van, hogy azt kell nézni, milyen felkészültséggel, milyen körültekintéssel, milyen technikával, milyen repülőgép, milyen körülmények között, és milyen előkészítéssel van a dolog végrehajtva. Én úgy gondolom, hogy ez teljesen biztonságos, itt szakmailag nem egy túl nagy kihívás, még egyszer hangsúlyozom, kellő felkészültséggel. Itt inkább egy érdekes történet, nekem is, mint pilóta, azért naponta nem szállok fel hídról, tehát egy érdekes dolog lesz, de azért én úgy gondolom, hogy nem lesz egy nagy szakmai kihívás, inkább egy érdekes látványos történet. Amikor egy párat repültem a Korinthosz csatornába, ott lényegesen szűkebb. Hát az lényeg, meg ez 6 km hosszú volt, aminek volt szélesen szakasza, meg volt egészen szűk szakasza is. Az egészen szűk szakasza, ahol volt 3-4 híd is fölöttem, meg kábelek, ott azért éreztem magam, mint amikor a Csillagok háborújába a Luke ment abba a halálcsillagban. Teljesen így éreztem magam. Az lényegesen nehezebb volt. Hát a holnap ez inkább egy látványos érdekesség lesz. Hát az fent van a YouTube-on az a kis videó, amit ti vágtatok, vagy valaki vágt, nem, az fantasztikus. Tehát ott ugye a gép két szárnyán kamera, ahogy berepülsz a korinthoszi csatornába, ahogy kijössz, utána még egy pár forduló, az nem akármilyen kis videó. Itt a holnapi nap arról szól, fölszáll, átszáll a Lánchíd alatt, és kis bemutató. És ez egy bemutató, egy 10 perces program. 10 perc, nagyon jó. Különböző klasszikus műrepülő figurák a saját elemekkel.
egy kis csokorba kötve. Oké. Jó, egy hallgatót mi sorsolunk hozzád. Jó, egy későbbi időpontban voltál olyan drága, hogy felajánlottad, hogy egy hallgatónk repülhet veled. Úgyhogy nem most, nem ma, nem holnap, egy későbbi időpontban mi egyetlen egy kérdés erejéig megszórjuk a hallgatóinkat. Aki jól válaszol, azt neked kisorsoljuk. Lány legyen, fiú legyen, idős legyen, gyerek legyen. Mit szeretnél? Igen. Ebben a sorrendben. Ebben a sorrendben. Egyébként csak azért nem repül holnap az ember, mert úgy terveztük, hogy az egy olyan repülés lesz, hogy a Lánchíd alagútján keresztül mész vele, nem? Hát az úgy korrekt. Igen. Igen, igen. És ez csak, és na, ez bárkia, csak egy bárkia. Átszakos csütörtöket délután. Persze, erről én még nem tudok. Majd mondjuk kellő időben. Péter, nagyon-nagyon szépen köszönjük téged, elengedünk, mert hogy neked 10-kor már pontban fel is kell szállnod, és akkor mi mondjuk a kérdés. Jó, holnapra egy nagy kalappal köszönjük szépen. Rendben, most köszönöm, akkor 10 órakor mindenkinek. Ismerkedjél az új géppel, tudod. Azért sose baj, ha barátunk a technika. Ha valahol elakadsz, kérdezd meg Janit, ő már repült Alpha Jettel. Péter, imádunk, köszönjük szépen, vigyázz magadra. Péter, tehát mai 10 órakor, holnap pedig délelőtt ugye ezen a repülős napon. Oké. Na, és egy kérdés, amit igazából csak mindenki raktározzon el a válasz erejéig, mert hogy a hostesslányok majd választanak egy szem nyertest, aki repülhet a besenyével, azt nem most fogjuk kiválasztani 10 óra után. Valakihez egészen váratlan odalépnek majd a hostesslányok, kell őket figyelni, követni a mozgásukat, és felteszik azt a kérdést, hogy szeretnél-e repülni, ha igen, mond a jó választ, mondjátok, és akit kiválasztanak, az repül majd Besenyei Péterrel. A kérdés nem túl bonyolult, interneten meg lehet nézni, hány pilóta versenyez az idei Red Bull Air-Race versenysorozatban? Több mint 10, kevesebb mint 20. Ennyit segíthetek, nem? De igazán korrekt vagy, és ez a jó válasz. Nem. Több mint 10, kevesebb 20. Valahol a kettő közé kellene belőni, és nem a 15. Na, most már csak... Jó, csönd! 8-9, van, te alternatív van. Hány pilóta versenyez az idei Red Bull Air-Race versenysorozatban? Jó, ez a kérdés megvan. Nézzétek meg interneten, mindenki nézzen utána, a hostesslányok valakit sorsolnak. Na, mi tartunk egy rövid szünetet, jó, és hát ha belefér még, akkor mutatjuk a nap legjobb pillanatait, ha nem, Janit visszahozzuk, úgyhogy néhány perc, és jövünk a reklám után. Itt vagyunk? Feri! Én is, te is? Itt vagyunk, 10 perc, pontosan 10 óra, annyi minden teendő van itt közben. Állítok, hogy a Janiék elrepültek a Balaton felé, és azóta senki nem látta őket. Úgyhogy... Most már kéri, szereti, megszerette, úgyhogy kéri, hogy csapassunk még egy kör. Hadd menjen ez a fiú, megérdemli. Bár azt gondolom, gyerekek, és azt majd így vitassuk meg a hallgatók és mi, hogy picit a Jani elnagyképűsködött. Ugye egy hetes szabadság ebben az évben, azért ezt nem szoktuk meg ettől a sráctól. Most Alpha Jet, itt ezt most már nem tudom, hogy vissza kéne fogni. Na gyorsan megmutatjuk a nap legjobb pillanatait, sok minden történt, az egész a repülőnapról szól, és utána majd Csabi kívánság műsorából egy kicsit még elveszünk, elköszönünk, sorsolunk, semmi baj, elég fél 12-re beérni, úgyhogy mutatjuk, hogy mi történt ma velünk itt a repülőnapon. Igazán jó emberek vagyunk. Tényleg, csak a jó szívünk, ez munkált bennünk végig, hogy jót tegyünk a hallgatók. Azt fog a sírba vinni, így van. Na, drága hallgatóink, itt a helyszínen mondjuk még, hogy mi történik, jó? Egyrészt ott van a kerékcsere, amit ki lehet próbálni, részidőt lehet mérni, menjetek nyugodtan Pirelli ajándékcsomagokért, próbáljátok ki, nevezzetek be, ha áll előttetek valaki, lökjétek félre, cseréljetek kereket. Nagy élmény egyébként, tényleg mi reggel 6 óra után adáson kívül kipróbáltuk. Egy 11-es szintidőt sikerült belőnünk. Egy nem nagyon rossz. Szép 11-et, azt mondja. Így van. Szánalmas. Egy nagyon nyomorúságos 11-et sikerült csinálnunk hármunknak. Tehát próbáljátok ki, nyugodtan rengeteg ajándékcsomagot lehet nyerni, tényleg jó móka. 10 óra után kiválasztanak majd a hostesslányok még egy hallgatót, aki az ott áldogáló, most még pihenő üzemmódban lévő Kobrával repülhet még, Kobra helikopterrel. 10 után ez a helikopter is felszáll, úgyhogy valakit választanak majd a hostesslányok. Az kemény lesz, csak szólok, aki akar repülni. Igen, oda valaki olyan menjen, aki bírja és gyomorolni is el van rá olyat, aki nem akar menni. Igen, aki jó, nagyon fél repüléstől, igen. Besenyei Péter is nem sokára felszáll, lesz egy neki egy edzés, nekünk légi bemutató. Valamint, ugye még adásban ígértük, hogy tegnap, hogy ma kisorsolunk 2 darab jegyet a VTCC Magyarországi futamára most hétvégére, amit ráadásul VIP jegyek. Aztán neki! Bizonyám. Úgyhogy SMS-ben megint nagyon gyorsnak kell lenni, akár itt a helyszínről is lehet játszani. Tessék megfogni a telefont, de SMS számunkat ugye mindenki tudja, 06 70! 645 000 Gyere, Jani, vissza! Jani nélkül kicsit, ez magányos, igen. Elküldeni a jó választ. Azt csináljuk, hogy akinek az SMS-e elsőként befut, az nyer. Tök tiszta, jó? Szerkesztőink látják itt a monitoron. Tessék gyorsnak lenni. Figyeld meg, hogy nem teszem fel a kérdést, már elküldenek 6-6 választ. Hát az övék nyer. A kérdés úgy szól, hogy mikor rendezték meg először a VTCC magyar nagy díjat. Jó? Ezt kell nagyon gyorsan elküldeni. Aki először elküldi az SMS számunkra, akinek bejön az SMS-e, ott lehet a hétvégi futamon. VIP jegyel, ami box utca látogatás, meet and greet, ölelés, zuhanyzás. Minden. Istenem, de jó. Minden, amit akartok a magyar nagy díjon, ugye a Hungaroringen. Hétvégén. Itt áll két fiatal ember zengő motorsportos kis pólóban. Az egyik tudta a választ, a másik ütőket. Mondd meg nekem is, mondd meg nekem is. Igen, tudod, mikor.
Közben egyébként, ahogy látom, a Bessenyei fel is szállt, úgyhogy tekinteteket az égre, elindult az edzés. Mi hívjuk gyorsan a naphallgatóját, aki mondja, hogy Morning Show, akkor még kap ajándékcsomagot, az ajándékcsomagon kívül rengeteg plusz ajándékot is, úgyhogy már is tárcsázzuk. Kiadtunk minden ajándék. Na igen, szerintem meg vagyunk. Morning Show? Ez az, bizony, jó reggel! Hello, Peti! Hello! Ugye Janiról beszélgetünk, hogy hány G éri, te pedig azt írtad nekünk, hogy Jani beválthatja a G pontjait. Ezzel teletél a nap hallgatója, Peti. Van egy ajándékcsomagod. Örülök neki. Igen. Ahogy te örülsz, nem örülünk senki. Igen. Peti, igen. Honnan írtál, vagy hol hallgatsz minket? Borsodszentgyörgy. Atyaisten, csak közben átúzott a Bessenyei. Igen. Hello, vigyázzál a hallgatóinkra, pletyka! Igen, körülbelül 4 méterrel a föld fölött sikerült fölkapni a gépet. Petikén, van egy ajándékcsomagod, ezen kívül Dallasországban szívesen vendégül látnánk téged. Kiváló emberek dolgoznak ott, és kiváló ételeket készítenek. Megtankoljuk az autódat 5000 forinttal, ugye? És Amerika csúcsait fogod megvacsorálni. 5000-ből ketten, nagyon szépen, nagyon nyugodtan, és nagyon tele fogjátok enni magatokat. Igen, van nagyon autó? Szépen, köszönöm. Van persze, autó? Van. Igen, jó. Igen, van. Menj el, amerikai ételek, sztékek, hamburgerek, palacsinták, rengeteg minden. Jó? Magyarország legjobb amerikai étterme. Jó, jó, köszönöm szépen. Nagyon örülök neki. Örülünk, hogy örülsz. Ciao, Peti, hello. Oké, sziasztok, hello. Na, ugye nem elfelejteni a holnapi nagyfutamot, délelőtt légibemutató, budai alsórakpartot, pesti alsórakpartot, belvárost ellepni. Itt ma ez egy ízelítő volt, holnap van a nagy nap. Délután ugye Forma 1-es pilóták, Coulthardék, Ricardoék, mindenki. A Ricardo is itt lesz mindenféleképpen, de igazad van. Egyébként 11-kor indul, ugye Bessenyei Péter száll föl majd az Erzsébet hídról, egészen sokáig a légibemutató, utána pedig a világ autó csodái versenyben a rakparton, úgyhogy óriási buli lesz majd, és aki egyébként nem tud kijönni, az meg nézze Szújó Zolival az nem megyet. Így van. A mai repülés pedig a ma esti fókuszban, jó? Jani arctorzulása és fedélzeti kamerás képek, minden, ami ma itt történt Janival velünk, az a ma esti fókuszban, hogy meg tudjátok nézni. Jó? Na, elmondtuk mindent, holnap találkozunk, kerékcserét tessék próbálgatni. Hol találkozunk holnap? Csak kérdezem, cica, hogy összefutunk valahogy, lesz valami. Ugye azt ígértük, hogy a Janinak baja lesz, akkor 4 napig nem lesz Morning Show. Ezt a nagy lelkű felajánlást tette meg a Balázs. Azt gondolom, hogy ezt így is tudjuk tartani, hogy Janinak nem lett semmi baja, tehát hétfőn jövünk majd legközelebb. Így van. Csabikám, itt vagy egy mondat erejéig? Hogy ne lennék, és kérdésem is van, hogyha lehet, szevasztok. Lehet. Mert hogy kicsit tanástalan vagyok én magam, az Anna nem, ő tudja. De mi a helyes válasz? Ezt mondd már meg nekem a feltett kérdésedre. Most már úgyis mindegy, mert bejött valószínűleg a helyes, csak a sok helytelen közül választott. Igen, hogy 2009-et írnak, meg 10-et, meg 11-et, 12-t, hogy melyiket fogadjam én el jónak. Hát nézzél utána. 86-ot is írnak. Hogy jöhetsz be ilyen felkészületlenül adásban, Csabi? 89. Meg 2006, meg ilyeneket is, 2004, ilyeneket írnak. De 78. A VTCC magyar futama szerintem 2011. Jó, 2011. Ha szerinted, akkor lehet, hogy ez lesz a helyes válasz. Jó, hát már úgyis megvan egy összes. Csabikám, remek zenéid lesznek? Ráadásul elhozom, mert hogy ti ott a budaörsi reptéren olyan szépet repültetek Janival az élen, hogy feljött a nap, úgyhogy eljátszom nektek, vagy lejátszom nektek a Balkán fanatik újdonságát. Aztán. Csodálatosak voltatok, nagyon jó volt hallgatni. Egy élmény volt. És tényleg. Jani már ül a BKV-n és buszozik vissza hozzánk, úgyhogy erről már nem is beszéltünk. Itt a Bessenyei közül, hogy mit csinál, az elképesztő füstöt húz maga után, nem tudom, hogy erről tud-e, nyilván. Igen, és olyanokat csinál a géppel, amit ma még egyébként nem is látunk. Nyilván azért, ugye, mi Tamásunk ezt nem tudta, hiszen civilek ültek mellette, Péter viszont most egyedül. Hát egy laza edzés. Nem? Aha, ja, és egy kicsit durvább lesz holnap, gyerekek. Igen. Semmi. Csabikám, jó munkát neked, csáv. Kösz nektek, jó pihit. Így van, drága hallgatóink, ennyi volt már a budaörsi reptéről búcsúzunk, nyugodtan lehet ma kijönni egész nap, itt vannak a gépek, itt vannak a helikopterek, úgyhogy mindent meg tudtok nézni. Jó, 4 napos szünet. Bizonyám, hát este 6-ig itt vannak a gépek, ez fontos, hogyha valaki el akar indulni, lehet kicsit később is jönni. 4 nap pihenés, és hétfőn újult erővel jövünk majd így megint. Van, mindenkinek jó hétvégét, a hosszú hétvégére, az ünnepre, szép napot, szevasztok! Szevasztok! Ciao, ciao.